Jó estét kívánok, Orosz Györgyi vagyok. Ez itt a januárban elkezdett szalonsorozat harmadik része. A napokban egy ismerősöm azt mondta, annyi minden van, ami lehúzza, ezért ő inkább a jó dolgokra fókuszál, a saját környezetében, és ebben nem biztos, hogy belefér, hogy például megértse Kínát. Értem. De nehéz elfogadnom, mert ahhoz, hogy a saját életünkben jó döntéseket hozzunk, nagyon kellene érteni, mi zajlik körülöttünk és velünk ebben a világban. Ma este arra vállalkozunk, hogy megmutassuk, miért és hogyan fontos az orosz-kínai viszony alakulása, milyen hatása van Kína és az Európai Unió viszonyára, hogy néz ki az amerikai-kínai viszony, és ez hogy változott az elmúlt néhány évben. Lesz-e Kínából a világ vezető gazdasága? Képes-e Európát leválasztani az Egyesült Államokról? És mindebben a Mátrixban hol van Magyarország? A szalon első részében az orosz-kínai viszonyrendszert elemezzük, főleg Rácz András Oroszország szakértővel, a Német Külpolitikai Társaság kutatójával, és Matura Tamás Kína kutató, nemzetközi kapcsolatok szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával. Jó estét kívánok, sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! A szalon második részében pedig az Egyesült Államok és Kína, valamint az Európai Unió és Kína, főleg gazdasági kapcsolatainak változására, ezen keresztül a változó világrendre fókuszálunk, és arra, hol és hogyan van ebben Magyarország helye. Erről főleg Orbán Krisztián közgazdásszal, illetve az Orient partnerével, illetve Matura Tamással beszélgetünk majd, de persze mindenki hozzászólhat ahhoz a témához, meg ahhoz a részhez, amiről úgy érzi, hogy fontos neki, és van mondani valója hozzá. Szia, Krisztián, jó estét kívánok! Jó estét, szervuszi! És mielőtt belekezdünk az alapos elemzésbe, András, a napokban megindult ukrán offenzívát elemeznéd, értékelnéd, erre számítottatok, ez fog történni, hol tart most ez az offenzíva, és mik a legfontosabb elemei, meg mire kell figyelnünk? Sziasztok, köszönöm szépen. Ez mindig egy ilyen vidám dolog, hogy mindig én jövök a háborús hírekkel, tehát ez most valószínűleg így marad. Ugye, amit tudunk az ukrán offenzíváról, nagyjából egy hete zajlik. Az ukránok a negyedik napig vártak azzal, hogy Zelenszkij elnök kijelentse, hogy igen, ez már az. Valószínűleg úgy érdemes értékelni, hogy ez a hivatalos bejelentés, hogy felvállalták, hogy igen, ez most már tényleg a nagybetűs nagy támadás, ez azt jelentheti, hogy ők maguk úgy értékelik, hogy tulajdonképpen nem indul rosszul. Ugye ennek az alternatívája az lett volna, hogyha tényleg az első nap teljes katasztrófába fullad az egész, hogy akkor inkább csökkenteni próbálják a jelentőségét, azt mondva, hogy hát ez csak ilyen, mit tudom én, harccal történő felderítés, vagy kopogtatás, vagy ilyesmi, de nem ez történt, kimondták, hogy ez a nagy ellentámadás. Ugye jelenleg három fő irányban zajlanak a harcok, a déli zaporizsiai fronton, amiről korábban már beszéltünk, hogy várhatóan ez lesz, tehát itt a déli zaporizsiai fronton két irányban nyomulnak előre, illetőleg Bakhmut környékén, paradox módon, miután Bakhmutot ugye 10 hónapos tam után elfoglalták az oroszok, az ukránok éppen most kezdik el visszafoglalni a várost, tehát ő nagyon sokáig nem ellengett orosz zászló Bakhmut tornyain. Vagy hát tornyain nem, már tornya nincsenek, tehát hogy Bakhmut romjain. Most megpróbálok megosztani egy térképet, hogy lássuk, hogy körülbelül hogyan működik most ez az ellentámadás, vagy hogy pontosan most hogy állunk. Ez a Financial Times-nek egy térképe. Most remélhetőleg látjátok az egészet. Láttok egy térképet, ugye? Igen. Nagyon jó, tökéletes. Ez a sárga, vagy nekem legalábbis sárgának tűnő rész, ez mutatja azokat a területeket, amiket az ukránok már visszafoglaltak, tehát kb. Egy heti harc után. Tehát az látszik, hogy ez a Blahodetne Makarivka, ez az irány, ez tűnik egy viszonylag sikeresnek, illetőleg itt Lobkovénél, itt közel a egykori kahovkai víztározóhoz, illetve ezen a középső szakaszon szereznek vissza kisebb-nagyobb területeket. Ez a makarivkai irány tűnik itt egyelőre a legperspektívikusabb áttörésnek, de fontos látni, hogy mik ezek az apró vörös körök, bőven rengeteg van itt a térképen, ezek a műhold felvétel alapján feltérképezett orosz erődítések. Másképp fogalmazva, ez az orosz fővédelmi vonal. Úgyhogy innentől rögtön érthetővé válik, hogy itt a nyugati részeken, Lobkovénél, illetve ettől kicsikét keletebbre, azért is lassabb az ukrán előrenyomulás, mert ott már az orosz erődvonalakon kell átverekedni magukat. Ez a Makarivka irány, itt, ahol nagyobb területet tudtak szerezni, itt ez valószínűleg könnyű volt, mert ez még nem az orosz fővédelmi vonal. Tehát itt a Makarivka irányban a java, ha úgy tetszik, még hátra van,
Viszont azt is fontos látni, hogy itt ez az egyetlen olyan frontszakasz, ahol lényegében csak egy rétegben vannak orosz erődítések. Ugye itt Lobkovénél, a nyugati részeken azt látszik, hogy több párhuzamos védelmi vonalat építettek ki az oroszok. Itt ennél a frontszakaszon viszont csak egy ilyen védelmi vonal kiépítésével végeztek. Tehát valószínűleg az ukránok úgy értékelik, hogy ez az orosz védelmi vonalak leggyengébb pontja, ezért itt próbálják meg áttörni. Egyelőre még nem tartunk ott, hogy ez az áttörés megvalósult volna, vagy sikerült volna, de nagyon-nagyon kevés a megbízható nyilvános információ, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Borzasztóan súlyos harcok zajlanak, ez látszik. Az is látszik, hogy Ukrajna az ellentámadásra szánt 12 új dandárjából eddig csak 3-at vetett be. Tehát itt a második lépcsős tartalék és a stratégiai tartalék, tehát további 9 dandár, az egyelőre még intakt, azt még később be lehet vetni. Tehát itt a következő néhány napban fog eldőlni, hogy főképpen a Makarivka iránynál el tudják-e érni az orosz főerődítési vonalakat, ott aztán a második lépcső bevetésével át tudják-e törni, és ezt sikerül-e tovább fejleszteni egy délebbi irányú, immár hadászati léptékű áttörésé. Ezt most pillanatnyilag kedd este még nem lehet megmondani, hogy sikerülni fog-e. Tényleg nagyon-nagyon véres. Azt lehetett tudni, hogy ez lesz, tehát hogy megerődített ellenséges állások frontális áttörése, az sohasem egy egyszerű dolog. Ami a magyar sajtóban is nagyon nagyot megy, és némiképp talán túldimenzionálódik, az az ukrán haditechnikai vesztesség. Ugye a sajtó jelentős részében ilyen már-már kissé perverz módon újongó cikkeket lehet olvasni, hogy hány leopárdot és hány Bradleyt vesztettek az ukránok. Na most pontosan a mai amerikai segélycsomag bejelentése mutatja azt, hogy eddig, mikor erre az előadásra készültem, akkor 16 Bradley volt a vesztesség listán. A mai amerikai segélycsomagban bejelentették, hogy 15 újat kapnak. Tehát, hogy a haditechnikai vesztesség egy részét a nyugat biztosan képes pótolni, feltehetően elég gyorsan. Tehát ezek a vesztességek nagyok az eddigiekhez képest, de nem jelentik azt, hogy az ukrán ellentámadás kudarcba fulladt volna. Tehát egyelőre nem lehet biztosat mondani arra, hogy ez mennyire lesz sikeres. Az látszik, hogy ez a fő támadás, és onnan is lehet tudni, hogy a zaporizsiai front a főirány, mert itt a zaporizsiai fronton harcolnak a nyugati haditechnikával felszerelt egységek, Bakhmutnál inkább az ex-szovjet haditechnikával felszerelt ukrán dandárokat vetik be, tehát itt ez a zaporizsia főirány. Néhány napon belül valószínűleg látni fogjuk főképp itt Makarivkánál, hogy mennyire tudnak kitartani az orosz védelmi vonalak, illetőleg ha az ukránok sikeresek, akkor úgymond beszakad-e az orosz védelem. Tehát lehet egy olyan áttörést csinálni, amiből aztán hadászati siker lesz. Meglátjuk, hosszú és nehéz napok jönnek. Mi a kritikus időszak most, és melyek a kritikus helyek? A következő körülbelül 2 hét. A következő körülbelül 2 hétben nem sikerül komoly sikert elérni, akkor onnantól, különösen, hogyha ilyen ütemben növekednek az ukrán veszteségek, akkor onnantól lehet, hogy kétségessé válik azt, hogy tényleg hadászati léptékű áttörést sikerül elérni. Pillanatnyilag nyilvános forrásból szerintem ember nem tudja pontosan megmondani, hogy ebben a következő 2 hétben mi lesz. Tehát annyit lehet csinálni, hogy figyelni, elfogadni, hogy a háború közben néven ismert jelenség miatt nem ismerjük a teljesen aktuális harcászati helyzetet, és reménykedni abban, hogy az ukránok jól megtervezték, és jól fogják tudni mindezt csinálni a télen magas vesztességek ellenére. András, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, és akkor azt javaslom, hogy térjünk át arra, hogy nézzük meg, hogy mi az orosz-kínai viszony, illetve egyáltalán egy gazdaságilag tegyük már rendbe, hogy milyen erőviszonyokról beszélünk, mekkora Oroszország GDP-je, mekkora Kína GDP-je, illetve hogy az ő viszonyrendszerükben elég-e gazdaságról beszélgetni, vagy katonai és más erőviszonyokról is kell. András, Tamás. Tamás szerintem kezdte, ha már úgyis én itt az előbb beszéltem. Jó, örömmel. Ez egy hosszú és terhelt viszonyrendszer. Alapvetően, hogyha nagyon röviden visszaugronék 1949-ig, sőt, akár még előre is, ugye a kínai kommunista párt több mint 100 évvel ezelőtti megalapításánál már is tevékenykedtek ott az orosz kollégák, és hát sokáig értelemszerűen támogatták a kínai szovjet típusú átalakítást. A 40-es évek, pontosan az 50-es évektől kezdve ez a viszonyrendszer elkezdett sok szempontból megromlani, ugye elsősorban itt a Sztálin halálát követő Hruscsovi érára érdemes gondolni,
ami talán meglepő lehet, de hogy a 60-as évek végére olyan szintre jutott el, hogy konkrétan határvillongások, kisebb háborúk, vívott egymással a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság az Usszuri folyó mentén. Egyébként ennek akkora jelentősége volt, hogy egyrészt Moszkva már atomcsapással fenyegette meg Kínát, erre persze Mao a rájellemző módon azt reagálta, hogy hát az atomfegyverek azok tulajdonképpen csak papír sárkányok, vagy papír tigrisek, és Kínának bármikor belefér néhány 10 millió halálos áldozat. Mondjuk ez a nagyugrás után azért egy elég bátor kijelentés volt, de minden esetre elvezetett ahhoz a nyitáshoz, amit a tegnap előtt 100 éves Henry Kissinger ugye lépett meg, és tulajdonképpen ebben a stratégiai háromszögben létrehozta a kínai-amerikai együttműködést. Egy, hát szövetséget nem mernék mondani, de egy de facto együttműködést a Szovjetunióval szemben. Úgyhogy a következő évtizedek meglehetősen hidegen teltek a szovjet-kínai viszonyban, viszont a Szovjetunió összeomlását úgy követően már a 90-es évek elejétől ez gyors melegedésnek indult, ha úgy tetszik. Mind a két félnek érdeke volt az, hogy a korábbi határvitáikat rendezzék, ez meg is történt. És aztán az elmúlt években látjuk azt, hogy az autoriter tendenciák erősödésével Kínában, illetve Oroszországban is újra meglepően erőssé vált ez az együttműködés. Szövetségnek szokták sokan ma már ezt nevezni, én azért nem merészkednék ilyen messzire, hiszen katonai szövetséget Kína nem költ saját doktrinái szerint, de valóban minden korábbinál erősebb most ez az együttműködés, legalábbis évtizedek óta ilyet nem láttunk. Csak hogy menet közben ugye nagyon megváltoztak az erőviszonyok. Ma már azt látjuk, hogy a kínai gazdaság 10-szer akkora, mint az orosz, bármilyen GDP-ben számolva, a kínai népesség 10-szer akkora, mint az orosz, és lényegében az elmúlt években egy egyre erősebb orosz függőséget látunk kialakulni, és ez a függőség az elmúlt egy évben ugye az háborúnak köszönhetően igazán felerősödött. Például külkereskedelemben láthatjuk ezeket az összefüggéseket, akkor már a háború előtt Oroszország körülbelül az exportjának 1/4 irányította Kínába, miközben a kínai szempontból 2,1% Oroszországnak a jelentősége a teljes külkereskedelemben. Ráadásul az elmúlt egy évben ugye nem látjuk ezeket az adatokat, mert amennyire én utána tudtam nézni, Oroszország a teljes exportjának az adatait azt nem adta meg, de azt látjuk, hogy megduplázódott a Kínába irányuló exportjuk az elmúlt egy évben nagyjából. Tehát ez az 1/4 arány, amennyire függnek a kínai exportpiacoktól, ez minden bizonnyal nagyon jelentősen megnőtt, akár meg is duplázódhatott. Na most azért az, hogy mondjuk 40-50%-ban függjön Oroszország a kínai, orosz export a kínai piacoktól, hát azért azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli veszélyt jelent, és hosszú távú stratégiai problémát jelent Oroszországnak. És ezzel el is jutunk egyébként ahhoz, ami sajnos magyarra lefordíthatatlan, de az angol szakirodalom régóta frenemies-nek nevezi az orosz-kínai viszonyt, ami ugye arról szól, hogy taktikai szinten is rövid távon egyértelműen egy baráti együttműködésről van szó, védés-dac szövetségről, hogyha úgy tetszik az erősödő nyomással, nyugati nyomással szemben. Ugyanakkor hosszú távon azért erre nem vennénk mérget, hogy egy ilyen kínai-orosz együttműködés stratégiai szinten is képes fennmaradni, ugyanis hát egy dudás két csárdában, vagy hogy a kínaiak mondják, ugye két tigris egy hegyen, ez ritkán szokott jól kijönni egymással, és talán Andrásnak azzal adnám a szót, hogy erősítse meg abban, hogy azok a Kína szakértők körében terjedő vélemények megállják a helyüket, hogy Oroszországnak azért az a helyzet, hogy egy de facto, vagy nagyon durva szót használják, vazallusi, vagy legalábbis függő helyzetbe kerül Kínától, hát ez hosszú távon az orosz népléleknek, vagy éppen az elitnek nem valószínű, hogy kedvére való lenne. Az más kérdés, hogy tudnak ezzel bármit kezdeni, vagy pedig ez már egy ilyen fait accompli, és tulajdonképpen innen nincsen visszafordulás. Ugye, ha megpróbálnék válaszolni a kérdésre, akkor az a legérdekesebb ebben, hogy Oroszországnak valójában nem igazán van tapasztalata abban, hogy nálánál egy ennyivel nagyobb és erősebb partnerre hogyan kell együttműködni. Tehát az orosz külpolitikának az eddigi függelmi viszonyai jellemző úgy néztek ki, hogy Oroszországtól fügtek nála kisebb és gyengébb államok. Itt most ennek a helyzetnek a fordítottja látszik megvalósulni, tehát azzal, hogy Oroszország lényegében elszigetelődik a nyugattól, és ez az elszigetelődés várhatóan tartós lesz, tehát a 2020-as évek jó része erre várhatóan rámegy, így nyugati alternatíva hiány egyre inkább Kína felé kell fordulni,
egyre inkább Kínából kell megpróbálni kiváltani például azt a nyugati technológiát, amihez Oroszország már nem fér hozzá. Ugye azért izgalmas ez az orosz-kínai partnerség, mert mivel mindkét rendszer nagyon zárt, nagyon autoriter, ezért sokkal komolyabb kihívást jelent szakmailag elkülöníteni a retorika szintjét és a valóságot. Ugye a kínai oldalról ezt a partnerséget úgy jellemzik, ugye most márciusban volt Xi Putin találkozó, vagy hát Putin Xi ugye Moszkvában, úgy jellemzik ezt a partnerséget, hogy határok nélküli partnerség, no limits, de ebben önmagában nagyon-nagyon kevés konkrétum van. Tehát itt a picit az a benyomásom az elmúlt éveket nézve, hogy az oroszok elég nehezen tudják kezelni, vagy elég lassan tanulták meg kezelni azt a kínai megközelítést, hogy soha semmire nem mondanak nemet, és nagyon sok mindent megígérnek, csak közben ez aztán nem feltétlenül valósul meg, vagy nem úgy valósul meg, ahogy az ígéretben ez következne. Ezzel együtt, mivel Oroszország nyugattól való elszigetelődése tényleg tartós, erről majd beszélhetünk, hogy ez miért van így, és mennyire tartós, ezért Moszkvának egyre kevésbé van alternatívája. És ezt a kínai vezetés minden bizonnyal pontosan érzékeli. Tehát Kína dönthet úgy, hogy adott esetben lazább vagy szorosabb partnerséget akar Oroszországot, tehát kínai oldal ebben van mozgástér. Orosz oldalon a nyugattól való elszigetelődés miatt egyre kevésbé van mozgástér, tehát egyre inkább rá vannak szorulva a Kínával való szorosabb együttműködésre. Ez az energiaexporttól kezdve a technológiai importon át egy csomó minden területen megjelenik, és várhatóan csak élesedni fog. Én a saját területemhez, amit picit jobban értek, ugye itt nem vagyok kínás, tehát jobb napjában megtalálom Kínát a térképen, de körülbelül véget érnek a képességeim. Amit a saját területemről valamennyire egy kicsit talán jobban tudok, az a katonai együttműködés. Itt az látszik, hogy ugye eleinte a szovjet időszak alatt Kína volt a kisebb testvér, és tanultak, vettek át a Szovjetunió nagyon sok mindent. Néha közvetlen fegyvertranszfer volt, hogy a kínaiak lemásolták a szovjet eszközöket, aztán továbbfejlesztették őket, viszont mostanra ez már jó ideje megfordulni látszik. Tehát a hagyományos fegyverek tekintetében Kínának elég sok területen már minőségi fölénye is van, nem csak mennyiségi. Tömegpusztító fegyverek területén ez nagyon kevéssé transzparens, hogy a kínai tömegpusztító fegyver készletekről gyakorlatilag semmit nem tudunk. Az oroszokat jobban látjuk, mert az orosz-amerikai hadászati fegyverzet csökkentési megállapodások miatt átlátható, de a kínai esetében nincs ilyen keret, amitől ez transzparensé válna. Az látszik, hogy tömegpusztító fegyverek, nukleáris fegyverek, illetve rakétaelhárító rendszerek terén ott Oroszország még feltételezhetően fölényben van, számszerűen biztosan, valószínűleg technológiailag is. Kérdés, hogy Kína ezt mennyi idő alatt fogja behozni. Ugye, amit Kína haditechnikában továbbra is szeretne megszerezni Oroszországtól, vagy kifejleszteni a saját eszközeit, ez ténylegesen itt a rakétatechnika terén, hiperszonikus fegyverek terén jelenik meg, illetőleg abban, hogy Kína például nagyon örült annak, amikor Oroszország rakétavédelmi előrejelző rendszer közös kialakítását, vagy a közös kialakításban való segítséget ajánlotta föl. Tehát itt ez ugye abban segít majd a kínai vezetésnek, hogy adott esetben amerikai rakéták beérkezését tudják időben vagy jobban előrejelezni. Tehát technológia transferben, ilyen értelemben ez még az egyetlen olyan terület, amit Kína még szeretne megszerezni Oroszországtól. Hagyományos fegyverek terén az látszik, hogy már a legtöbb területen lelépték az oroszokat. És ami itt az ukrajnai háború kapcsán rendszeresen felmerül kérdésként, hogy fog-e Kína katonai segítséget nyújtani Oroszországnak? Ugye az oroszokat nagyon-nagyon szeretnék, mert a hagyományos fegyveres erejük az nagyon súlyosan degradálódik, ha úgy tetszik, kivérzik az ukrajnai háborúban. És bármilyen furcsa hangzik, most már az orosz hadseregnek is vannak például lőszer problémája a tüzességi lőszerellátással. És gyakorlatilag a háború kb. Első fél éve után, vagy hát a februári eszkaláció után már egy fél évvel kezdték győzködni Kínát, hogy ők mennyire szeretnék, hogyha Kína segítene, akár lőszerrel, akár konkrét haditechnikai eszközök átadásával. Erre mindez idáig nem került sor, és én azt tippelem, hogy várható nem is nagyon fog. Az az érdekes ebben, hogy amit az elején mondtam, hogy Kína eleinte nagyon sokat tanult a Szovjetuniótól, lemásolt szovjet fegyvereket, rendszerben tartott szovjet fegyvereket, de aztán kifejlesztette a sajátjait. Ez azt is eredményezi, hogy az interoperabilitás az orosz és kínai haditechnikai eszközök között, vagy kompatibilitás, hogy civil kifejezést használjunk, ez meglepően alacsony. Tehát Kína már 90-es évek legelejétől, egyes típusoknál 80-as évektől
már teljesen saját irányba fejleszt, tehát nem nagyon van olyan rendszer, ami Kína egy-egyben át tudna például adni Oroszországnak, anélkül, hogy meg kéne tanítani az oroszokat ennek a használatára, meg karbantartást, meg logisztikát, meg mindent kiépíteni. Egyetlen olyan terület van, ahol Kína bármikor tudna azonnal használható katonai segítséget nyújtani, ez pedig a tüzérségi eszközök. Ugyanis Kína nagy számban, több ezeres nagyságrendben tartott rendszerben szovjet gyártmányú 152-es és 122-es lövegeket, 120 mm-es aknavetőket, részben a közvetlen szovjet gyártmányú eszközöket, részben ezeknek a kínai klónjait, amik teljes egészében interoperábilisek. És ehhez felmérhetetlen mennyiségű lőszer van betárolva. Kína mostanra már modernebb eszközöket használ, néhány száz ilyen régi szovjet vas van még rendszerben, de több ezer van letárolva. Tehát ezeket Kína technikailag bármikor át tudna adni az oroszoknak, ezt az oroszok egy leporolás után ki tudnak vinni a frontra, ugyanez a helyzet a lőszerrel. Erre nagyon-nagyon nagy szüksége volna Moszkvának, de Kína ettől mindez idáig vonakodik, amennyire fel lehet térképezni azért, mert ez az Oroszországgal szembeni nyugati fegyverszankciók teljes és egyértelmű megsértését jelenteni, ez pedig nem olyasmi, amit Kína fel tudna vállalni. Minden más fegyverrendszer tekintetében komoly kompatibilitási problémák lennének, tehát több hónap lenne felépíteni azt, hogy át lehessen adni ezeket az eszközöket Oroszországnak. Zárójel, Ramzan Kadirov csecsen vezető bohóckodott néhány kínai gyártmányú belügyi páncélos járművel, hogy na majd ezeket jól a frontra küldi, hát azóta se küldte a frontra, feltehetően mind Moszkvában, mind Pekingből szóltak neki, hogy ezt be kellene fejezni, tehát hogy nem lenne jó, hogyha kínai gyártmányú fegyver feltűnne az ukrajnai háború frontjain. Tehát fegyver Kína eddig dokumentáltan nem szállít, viszont fegyver alkatrészt, mikrocsipeket, elektronikát, gyroszkópokat, szenzorokat, egy csomó mindent, ezt igen. Tehát egyre több lelőtt, kilőtt, zsákmányolt orosz eszközből kerülnek elő kínai komponensek. Ez egy gyorsan növekvő trend. Tehát egyrészt alkatrészeket szállít, másrészt kettős felhasználású termékeket. Kevésbé misztikusan fogalmazva, olyan eszközöket, amelyek polgári és katonai célra egyaránt használhatók, ezekből a legjelentősebbek a drónok. Tehát bár hivatalosan ugye a kínai dróngyártók nem forgalmaznak Oroszországban, tehát valójában mindenféle megkerülő csatornákon kínai gyártmányú drónok ezrei vannak az orosz csapatok kezében, folyamatos használatában, egyébként az ukrán csapatok kezében és folyamatos használatában is. Tehát a kínai dróngyártók ebben a háborúban azért elég sok eszközt el tudnak adni. De a drónszállítások ugye harmadik országokon keresztül jellemzően ezek nem jelentik a szankciók egyértelmű megsértését. Én arra számítok, hogy haditechnikai szállítások kapcsán Kína meg fog maradni ezen a vektoron, tehát fegyvert nem szállít, fegyver alkatrészt és kettős felhasználású terméket viszont továbbra is. Úgyhogy én körülbelül így látom itt a háború kapcsán a kibontakozó együttműködést, aztán a hosszabb távokról majd beszélhetünk később. Ami ugye akkor nem, tehát hogy egyezünk, hogy nem stratégiai szövetség, hanem egy érdekházasság, hogyha hasonlattal akarnék élni. És most ugye felsoroltátok azt, hogy miben, hogyan függ Oroszország Kínától, vagy nekem nagyon úgy tűnik, van-e még olyan függőség, amit érdemes megemlíteni, és amire érdemes figyelnünk, akár mind a két ország viszonyában? Tamás, András? Hát a kínai szempontból is érdemes azért megvizsgálni a dolgot, bár egyértelmű az, hogy Oroszország jobban függ Kínától, mint fordítva, azért a kínaiaknak is vannak itt bizony stratégiai érdekei, és az, hogy ez mennyire érdekházasság vagy érdekszövetség, és mennyire egy hosszabb távú stratégiai együttműködés, ezen a téren azért én még nem tenném le a garast egyik irányba se, hiszen ne felejtsük el, hogy azért ezt az egész közeledést az indította el Kína és orosz részről is, de főleg kínai részről, hogy fokozódik a nyugat Kínával szembeni ellenszembe, vagy a nyomásra, ha úgy tetszik, és ez bizony-bizony, hogyha jobban megnézzük a dolgokat, akkor összetolja Oroszországot és Kínát elég jelentősen, márpedig ez egy stratégiai és hosszú távú megfontolás a kínaiak részéről. És ennek vannak taktikai elemei is, hogyha itt most fel szeretném sorolni, hogy a kínaiaknak ez miért éri meg, akkor ugye gáz és kőolaj, élelmiszerimport, katonai technológia, és Közép-Ázsia, amit így kapásból felsorolnék, és mindezt ugye annak égisze alatt, hogy egy nagy amerikai-kínai vetélkedésnek vannak a szemtanúi. Na most, hogy például akkor a gáz és az olaj, ami egyelőre persze mondjuk a korábbi
orosz-európai exporthoz képest jelenleg azért még jelentősen elmarad. Ugye háború előtt ilyen 170-180 milliárd köbméter földgáz exportált Oroszország Európába. Most Kínában van egy 35 milliárdos szerződésük, beszélnek egy újabb kb. 10 milliárd köbméter földgázt exportálni képes vezetékről. Összehasonlításképpen ez a 10 milliárd köbméter, ez körülbelül a magyar felhasználás volt, tehát a háború előtt, tehát ez nem egy olyan óriási és gigantikus mennyiség, de nagyon gyorsan fejlődik, és újabb vezetékek is felmerülnek. Ugye a Szibéria ereje 2 mellett most már ezen túlmenő vezetékekről is beszélnek, tehát ez Kínának nagyon fontos, ugyanígy a kőolaj is. Egész egyszerűen azért, mert a kínai kőolaj import dependencia nagyjából 70%-nál tart, és folyamatosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy a Kínában felhasznált kőolajnak körülbelül a 70%-át importálni kell, és ennek a 70%-nyi importnak a 80%-a az jelenleg tengeren érkezik, azokon a tengeren, amelyeket az Egyesült Államok és más Kínával nem túlzottan szimpatizáló országok felügyelnek. Tehát ez Kína számára egy óriási stratégiai sérülékenységet jelent. Nehogy Isten egy amerikai-kínai kinetikus konfliktus esetén ugye egy tengeri blokkád felállítása lenne az első az Egyesült Államok és szövetségesei részéről. Ha ennek legalább egy részét, ugye az élét el tudja venni Kína azzal, hogy szárazföldön az Egyesült Államok által kevéssé befolyásolható módon tudna kőolajat és földgázt importálni, akkor ez már is valamiféle erőnyt jelentene Kína számára. Aztán élelmiszer. Kínának az élelmiszer önállátási képessége 60-valahány százalékra csúszott vissza a pár évtizeddel ezelőtti 90%-ról, tehát itt megint azt látjuk, hogy nagyjából 60%-át tudja előállítani annak az élelmiszernek, amire szüksége van, többit megint csak importálnia kell. Érdekesség, hogy ezen a téren egyébként Ukrajna volt legalábbis egy elég jelentős partnere kínai importnak, úgyhogy innentől fogva azért érthető az, hogy miért játszik óvatosan Ukrajna kapcsán Kína, még amellett is, hogy Oroszországot támogatja. Viszont az orosz távol-keletnek egyébként részben a globális felmelegedésnek köszönhetően is egyre nagyobb szerepe lehet az élelmiszer termelésben, és ezt tudomásom szerint Moszkva próbálja is kihasználni, tehát erősíteni az ottani mezőgazdaságot, amely egyre nagyobb mértékben függ a Kínába irányuló exporttól. Ez persze megint csak egy újabb orosz függőség, de Kína számára is fontos, megint csak ugye nem tengeri szállítmányozást tenne lehetővé. Aztán ugye a katonai technológiáról András most már bőven beszélt. Oroszországnak az egyik fő, vagy Kínának az egyik fő katonai technológiai forrása Oroszország. Egyébként a második vagy harmadik legnagyobb az megint csak Ukrajna volt, úgyhogy ez megint csak egy érdekes aspektusa ennek a helyzetnek, de továbbra is fontos az orosz technológia, és a jelenlegi helyzet, ahogy rácsúszik Oroszország arra a helyzet, hogy Kínától egyre inkább függ. Én kínai forrásokból hallok olyan pletykákat, hát ugye ezen túlmenően semmit nem lehet megerősíteni, hogy az oroszok, mintha egyre inkább hajlamosabbak lennének átadni olyan technológiát is, amitől eddig a gondolatától is irtóztak, azok mellett, amiket András már említett. Én úgy tudom, hogy még fontos lenne a kínaiaknak egyébként nem csak katonai, hanem polgári fejlesztések szempontjából is az orosz hajtómű technológia, tehát a repülőgép hajtóművek. Kínaiak még mindig nem tudnak se polgári repülőgépekhez legyártani hajtóműveket, sem pedig katonai repülőgépekhez, úgyhogy ez érdekes lehet számukra. És amiről még hallottam egyébként, nagyon izgalmas az a orosz tengeralattjáró technológiának és meghajtásnak, főleg a nagyon csendes tengeralattjáróknak a technológiája. Kínának óriási tengeralattjáró flottája van, nagyobb, mint az amerikai, de zakatolnak, mint a lokomotív, tehát az japánok, a koreaiak, a tájvaniak, meg az amerikaiak 100 mérföldről kiszagolják őket. Na ezen a téren is tudnának az oroszok még olyat mutatni a kínaiaknak, ami őket érdekelheti. Illetve a közép-ázsiai térség, na az egy nagyon jó dolog, itt Eszbíró Zoltánt lehetne még erről bőven meghallgatni, azt hiszem, ugye alapvetően egy orosz birodalmi területről van szó, ahova viszont a kínaiak egyre inkább benyomulnak. Azért ne felejtsük el, hogy egy olyan 3 hónappal ezelőtt volt körülbelül, jól emlékszem, a történelemben az első Kína-Közép-Ázsia találkozó, ami hát azért szerintem Moszkvában egy pár szemöldököt megemelhetett, de nem nagyon tudnak az oroszok ezzel kezdeni valamit, még akkor is a további is katonai és gazdasági szempontból közép-ázsiai országok, ugye ezek a mi isztán barátaink, nagyon függenek Moszkvától, de megint csak hallani olyan pletykákat, hogy ha és amennyiben Kína szeretne akár katonai bázisokkal, vagy valamiféle katonai jelenléttel megjelenni
Közép-Ázsiában, akkor Oroszország ezzel kapcsolatban most már nem nagyon tudna ugrálni, legalábbis a jelenlegi helyzetbe. Ez pedig azért, hát azt gondolom, hogy egy elég erős game changer, különösen tekintetbe véve az, hogy a közép-ázsiai országok mekkora szerepet játszanak Kína új sejemút, ugye ez a híres neves Belt and Road kezdeményezésben is, és hogyan próbálja Kína bekötni ezeket az országokat ebbe az eurázsiai együttműködési hálózatba, mind megint csak kőolaj és földgáz tekintetében, mind egyéb nyersanyagok tekintetében, Kínának az import igénye a gazdasága üzemeltetéséhez rendkívül nagy, márpedig ezekben az országokban bőven vannak olyan nyersanyagok és ásványkincsek, amire Kínának szüksége lehet. Úgyhogy itt azért kínai függőségek is bőven vannak, bár ahogy ezt már korábban megbeszéltük, közel sem akkorák, mint Oroszország szempontjából. És talán még egy gondolat arról, hogy Kína fog-e szállítani, vagy szállíthat-e Oroszországnak fegyverzetet. Én is azt gondolom, hogy erre nem fog sor kerülni. Részben amiatt, mert a kínaiakat azért elég rendesen elrettentette a nyugat, hát lássuk be, számunkra is nagyon meglepő hirtelen összefogása, Taiwan kapcsán is, amiről majd esetleg beszélhetünk később, de ezek a szankciós rezsimek azért a kínai cégeknek nagyon fájnának, és persze a kínai államnak is nagyon fájnának, de a gazdaságon túlmenően azért itt politikai aspektusok is vannak. Gondolok itt arra, hogy egyébként a mai napig nem tudjuk, hogy Putyin szólt-e Xi Jinpingnek ugye a téli olimpia megkezdése előtt, hogy a téli olimpia után 4 nappal azért úgy lerohannánk Ukrajnát. Az összes mérvadó forrás azt mondja, egyébként kínai kollégák, sőt diplomaták is 4 szem közt azt állítják, és hát nekik ugye mindent elhiszünk, hogy nem szólt. Nekem ez gyanús. Nekem azért ez nagyon gyanús, azért belerántani egy Xi Jinping személyiségével rendelkező kínai vezetőt abba, hogy aláírjunk egy határok nélküli, ugye ez a No Limits Partnership-et, majd 2 héttel később lerohanjuk úgy Ukrajnát, hogy erről nem szóltunk a kínaiaknak, hát azért ez nekem nagyon véleményesnek tűnik, de egyelőre nem tudjuk ezt megcáfolni. Viszont, hogyha a kínaiak így döntöttek, akkor ők azt is eldöntötték előre, hogy az Európához fűződő kapcsolatokat, és különösen a Közép-Európához fűződő kapcsolatokat leírják, mint járulékos veszteséget. Ugye az úgynevezett 16+1 együttműködés, ami a Kína és Közép-Európa közötti 2011-12-ben kezdődő projekt volt, hát ez már a háború előtt is úgy neveztük, hogy egy ilyen zombi együttműködésé alakult. Most már azt hiszem, hogy hivatalosan kijelenthetjük, hogy bűzlő hullává alakult. Teljesen vége van ennek az együttműködésnek, és a bűzlést is azért hangsúlyoznám, mert látszik, hogy senki nem akarja eltemetni. Tehát több ország kilépett, tavaly évben a kínaiak próbálták a maradékot felkérni arra, hogy mégiscsak azért egy addig korábbi években, minden évben megrendezett csúcs találkozót azért meg kéne szervezni, ezt egyik közép-európai ország sem akarta megtenni, de a továbbiakban kilépni sem akarnak, úgyhogy ez a szegény együttműködés itt hát a szemünk láttára bomlik. De valójában ezt a kínaiak leírták. Na most, hogy miért van ennek a fegyverszállításokkal kapcsolatban jelentősége? Fél évente részt veszek egy ilyen pán-európai Kína kutatói találkozón, és akkor ott legutóbb felmértük, hogy melyik európai ország hogyan reagálna arra, ha kiderülne, hogy a kínaiak elkezdtek fegyverszállítani Oroszországnak. Na és ez az a kérdés, amiben minden ország egyetértett, még a kicsit ilyen húzódozó osztrákok, nekik ez egy kicsit messze van írek is, hogy na az egy mérföldkő, az megint csak egy game changer lenne, az az összes európai ország végleg átlökni abba az irányba, hogy na akkor a kínaiakkal se van többé sem erre semmit, és az oroszokkal viszont még jobban le kell számolni. Úgyhogy ha a kínaiak mégis elkezdenek szállítani fegyvert a oroszoknak, akkor azt gondolom, hogy ott az EU-Kína kapcsolatoknak teljesen vége lenne. Ez az Európai Uniót végleg az Egyesült Államok oldalára lökné, ami egyébként jelenleg még nem egy lejátszott dolog. Hát és akkor azért ez a kínaiaknak stratégiai szempontból szerintem sokkal nagyobb veszteség lenne, mint az, hogyha Oroszország veszít. Egyébként, és akkor ezzel zárom, a kínaiak szerintem ez a helyzet óvatosan, de szórakoztatja. Hiszen pekingi szemszögből mit látunk? A nyugat gyengíti saját magát. És ebből a szempontból itt ugye a kínaiak akár Oroszországot is ebbe a kategóriába rakják.
Az az Oroszország, amelyik pár évtizede még atomcsapással fenyegette Kínát, az az Oroszország, ami továbbra is ugye egy több ezer kilométeres határral rendelkezik, és frusztrált Kína erősödése miatt, hogyha ez az Oroszország gyengül, nem nagyon, tehát ugye azért a kínaiaknak nem lenne jó egy összeomló orosz rezsim, de azért gyengélkedik, és ezáltal egyre inkább kiszolgáltatottá válik Kínának, ez Pekingnek tök jó. Az, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió megint csak Oroszországgal van elfoglalva, ez is tök jó Kínának, azért ehhez hozzátéve az, hogy a kínaiakat meglepte a nyugatnak a képessége arra, hogy egyszer csak így összeráncsa saját magát. Ezen a téren azért a kínaiak óvatosak, úgyhogy szerintem a kínaiaknak ez a helyzet jelenleg praktikus, de bármelyik irányba való nagyon drámai eldőlése, tehát egy drámai orosz győzelem, amire mondjuk azért nem számítunk, illetve egy ugyanilyen drámai nyugati győzelem, az megint csak nem érdeke a kínaiaknak, úgyhogy ennek fényében végzik a számításaikat a kis kockás papírjukon szerintem. Meglátjuk, hogy mondjuk, hogyha ez az ukrán áttörés valami drámai győzelmet hozna, akkor a kínaiak erre hogyan reagálnának. Ez majd a jövő zenéje. Két hét múlva beszéljünk újra, az András azt mondta, hogy két hét, úgyhogy akkor majd okosabbak leszünk. Én benne vagyok egyébként, úgyhogy ezt lehet, hogy majd meg is tervezzük így. Én egy pár dolgot mondanék még ehhez, ilyen apró kis szösszeneteket. A kínai-orosz haditechnikai együttműködés, vagy ennek perspektívái kapcsán, az űripart még érdemes ehhez hozzávenni, mert az űrtechnológiában is bőven van közös tennivaló. Ugye amikor volt márciusban Moszkvában Putyin és Xi találkozója, akkor ugye a hivatalos közlemények szerint 14 darab megállapodást írtak alá, és ezek ilyen, én teljesen semmit mondom megállapodások, a Kreml ezeket közölte, tényleg ilyen technikai apróságok, tehát teljesen szükségtelen lenne emiatt a két egyes számvezetőnek találkoznia. Viszont nagyon szórakoztató volt végignézni a találkozóról készült fényképeket. Tehát, hogy kik azok, akik orosz oldalról ott voltak. Én azt, hogy kínai oldalról ki volt ott, ezt nem tudom megmondani, hogy orosz oldalról kik voltak ott, azért az látszik, hogy gyakorlatilag a fél Putyin csapat ott volt, tehát a legfelsőbb bizalmasai, és különösen olyan figurák, akik a hadipari komplexum, illetve az űripar kapcsán ugye jelentős játékosok. Ugye ebből, aki nem a legmagasabb posztot tölti be, de a leginkább befolyásos, az a Roszkozmoszt vezető Jurij Borisov, aki korábban, mielőtt a Roszkozmosz élére került, több mint egy évtizedig volt hadipari védelminiszter helyettes és miniszterelnök helyettes is. Tehát Borisov jelenléte, ő az, aki ténylegesen átlátja az orosz védelmi ipart. Ott volt egy Dmitrij Csernyisenko nevű orosz tisztviselő, aki ugye egyrészt a kétoldalú orosz-kínai kormányközi bizottság elnöke, ezt én nem tudtam, viszont Csernyisenko az orosz kormányzaton belül, ő a felelős a technológiai és tudományos együttműködésekért, tehát kicsit ilyen orosz Palkovics Lászlónak írható le. És akkor ezen kívül ott volt Medvegyev, akit mostanában a véres szájú Twitter meg közösségi média üzeneteiről szoktunk ismerni, ugye volt elnök Dmitrij Medvegyev, de az az érdekes benne, hogy Medvegyev egyébként az elnöki adminisztrációban van egy olyan posztja is, hogy ő felelős hadipari komplexum felügyeletéért. Ugye nyilván Sojgu védelminiszter szintén ott volt ezen a Xi találkozón, és ott volt a kevésbé ismert Dmitrij Shugajev is, aki pedig a katonai technikai együttműködés egy felelős szövetségi szolgálatot vezeti, vagy szövetségi ügynökséget vezeti. Tehát az látszik, hogy orosz oldalról a hadipari, védelmiipari együttműködés és az űripar legfontosabb vezetői ezen a találkozón ott voltak. A nyilvánosságra hozott egyezmények között nincs olyasmi, ami az ő jelenlétüket indokolná, mert innentől az egyik opció az, hogy potyára mentek oda, lássuk be, nem túl valószínű, a másik opció az, hogy itt számos olyan megállapodásra is sor került, amiket nem hoztak nyilvánosságra. Rövid távon ez Oroszország-ukrajnai háborújában várhatóan sokat nem fog segíteni, ezek inkább közép- és hosszú távú együttműködéseket alapozhatnak meg, ha igazak azok a pletykák, amiket ezekre megállapodásokról tudunk. Van egy olyan elméletileg létező módja, hogy Kína hogyan tudná segíteni Oroszország-ukrajnai háborúját, ami nem jelentené a szankciók megsértését. Nem látszik, hogy ez elkezdődne, tényleg ilyen pletykaszintű tapogatózások vannak, de semmi több. Ugye a közép-ázsiai tagköztársaságok, egykori szovjet tagköztársaságok még mindig alapvetően szovjet fegyvereket használnak. Közösségi eszközöket, harckocsikat, ilyesmiket. Na most Nyugat-Európában
A háború kezdetén nagyon hamar kialakult egy, ez nem fordítható magyarra, egy ringtaus nevű séma, ez egy szép német szó. A ringtaus az azt jelenti, hogy mondjuk egy körbecsere, hogyha le akarjuk fordítani. A ringtaus az az, hogy mondjuk Görögország átadja a régi szovjet gyártmányú lövészpáncélosait Ukrajnának ingyen, és cserébe kap német vadonatúj lövészpáncélosokat szintén ingyen. Tehát ezzel az eszközzel, hogy a régi szovjet eszközöket átadni Ukrajnának, és cserébe kapnak modern nyugatiakat ingyen vagy nagyon kedvezményes áron, nagyon sok közép- és kelet-európai ország élt. Ugye az, hogy Magyarország nem él ezzel a lehetősége, hanem méreg drágán megvesztik a német lövészpáncélosokat, ugyanazokat, amiket megkaphatnánk ringtaus keretében is, ez valamiért valakinek biztosan jó, tehát Magyarország egy már történetben külön utas. Miért mesélem el ezt a ringtaust? Mert elméletileg Közép-Ázsia vonatkozásában is elképzelhető volna egy kínai, mit tudom én, üzbég-orosz ringtaus. Tehát nincs szankciós vagy jogi akadálya annak, hogy mondjuk Üzbegisztán átadja a saját fegyvereit akár valamilyen proxin keresztül az orosz haderőnek, és cserébe kapjon modern kínai fegyvereket. Tehát ez elméletileg egy elképzelhető lehetőség, pláne olyan esetben, hogyha mindenféle trükkös átzászlózás útján mondjuk rejtve sikerülne átadni ezeket az eszközöket. Tehát, hogy akkor Üzbegisztán sem sértené meg nyíltan a szankciós rezsimet. Elméletileg egy ilyen forgatókönyv elképzelhető van, az oroszok tapogatóztak ebbe az irányba, eddig a dolog nem látszik működni, de teljesen azért nem lehet kizárni. Ugye volt a nézem itt közben a csetet is, valaki kérdezte, hogy vannak-e még kínai-orosz területi viták, Tamás majd kijavít, én úgy tudom, hogy ezek a területi viták a 2000-es évek közepére végére lezárultak. Tehát ugye ez nem volt egy rövid történet, de a határ végleges demarkációja az úgy tudom, hogy megvan. Azért még mielőtt Tamás erre... Ja, bocs, és Plecser Tamás is kérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy a kínai tüzérségi fegyvereket esetleg a Nyugat venné meg Ukrajna számára, mert ugye azt tudjuk megvenni, amit hajlandók eladni. Ugye számos harmadik országbeli állam esetében ez működött, ugye a legjobb példa erre Egyiptom volt. Oroszország nagyon szerette volna megvenni Egyiptom tüzérségi eszközeit, de végül aztán a Nyugat jobb árat kínált, és Egyiptom végül Ukrajnának adta el ugyanezeket az eszközöket. De ugye ott az egyiptomi esetben a Nyugat pénzügyi fölénye egyértelmű volt, és az is, hogy Egyiptom boldogan eladja. Gyakorlatilag szabad kereskedelem, aki többet kínál érte, az kapta meg. Nem nagyon látom azt, hogy Kína hajlandó lenne eladni ezeket a fegyvereket úgy, hogy azokat aztán Ukrajna használhassa. Tehát elméletileg nyilván nem lehetne kizárni, de nem látszik kínai oldalról a szándék arra, hogy ebbe belemenjenek, szükségük pedig a pénzre, ellentétben az egyiptomiakkal nem nagyon van. Köszönöm, amiket elmondtatok. Bennem az fogalmazódik meg még, hogy akkor, ahogy mondtátok is, hogy Kínának ez egy tökéletes játszma, ahogy így zajlik, hiszen Oroszországot le tudják választani a nyugatról, az orosz voltak köztársaságokat magukhoz tudják kötelezni, és közben meg bennem az van, hogy ez a stratégiai vagy nem stratégiai szövetség, hogy van-e értelme, mert azt hiszem, hogy Kínát sem értjük igazán így Európából, vagy európai gondolkodással. Oroszországot sem értjük, ugye háború kezdetekor András, te megpróbáltad elmagyarázni nekünk, hogy kell nézni erre. És ugye van ott még picit, ha visszább megyünk a 20. század 40-es éveihez képest történelmi időben, hogy Szibéria gyakorlatilag néhány száz évvel ezelőtt azért ez egy kínai terület volt, és ugye Szibéria az a terület lett végül is Oroszországnak, amitől nagyjá vált, hogy ebben a mátrixban hogy kell értelmezni a kínai viszonyt, meg a kínai lelket, meg az oroszokhoz való hozzáállást, és az oroszok részéről a Kínához való hozzáállást. Ami, és akkor a következő kérdés halmozottan hozzá, hogy és akkor ez hogy befolyásolja az ő stratégiai vagy érdekviszonyukat? Hát ez egy jó bonyolult kérdés. Az előbb elhangzott az a feltevés, hogy mennyire rendeződött a kínai-orosz határvita. Jogilag abszolút. Viszont azért Kínában időnként megemlítik, nem hivatalosan, de hát azért az állampártnak a engedélye nélkül nyilván ilyesmiről nem lehet még pletykálni sem, hogy de azért azok ősi kínai területek, de azokat az orosz birodalom az úgynevezett ugye egyoldalú vagy oktroyált szerződésekkel vett el a kínaiaktól. Mert hogy az oroszok azok ugyanúgy, mint a monarchia, mint a németek, az olaszok, a franciák és a britek és a többi, ugye részt vettek a megaláztatás évszázadában,
Ruandában, tehát az első ópium háborútól egészen a Nyílt Köztársaság megalapításáig tartott, amikor ezek a nyugati államok elkezdték szétcincálni Kínát, és darabokat hasítottak és haraptak ki belőle, és ebben bizony az orosz cári medve ugyanúgy benne volt. Úgyhogy az, hogy a kínaiak ezt azért úgy pletyka szintjén néha felemlegetik, hogy hát azok a területek azért mégiscsak visszajárnának, ezek azért azt hiszem, hogy nem véletlenül szoktak felmerülni időnként. Hogy a kínaiakat ez mennyire érdekelne egyébként valójában, ezzel kapcsolatban nekem vannak kétségeim. A kínai azért nem egy ilyen kifejezetten expanzív fajta, néha háborúznak, de azért nem ez a legjellemzőbb módjuk. Inkább kereskednek, megveszik, stb. Ugye nagyon régóta lehet hallani arról, hogy hány ezer vagy tízezer kínai települt be Dél-Szibériába, tehát ugye ott a Kínától északra lévő területekre. Ezzel kapcsolatban is elég nagy a bizonytalanság. Néha Moszkva, nekem az az érzésem, hogy direkt kicsit inflálja ezeket a számokat, azért, hogy azért a kínaiak érezzék, hogy annyira nem örülnek. Tehát itt a 4000 meg a 40000 között, meg akár 100000-es számokat is szoktunk hallani. Én nem hiszem, hogy a kínaiak oda betelepülnek. Egyébként kínai kollégák azt szokták mondani, hogy abba a hidegbe, hát nem örültünk mi meg. Tehát, hogy ők nem akarnak ott letelepedni. Abban viszont látok fantáziát, hogy ott földeket béreljenek, vegyenek, azon mezőgazdasági termelést folytassanak, de most ezt tankokkal elfoglalják, és szerintem egyébként Oroszországnak a jelenlegi gyengülő pozíciója és Kína relatív és abszolút erősítése is abban az irányban mutat, hogy minek kellene itt sok pénzért háborúzni, amikor ezeket az oroszok majd örömmel bérbe adják, mert rá fognak szorulni arra a pénzre, hogy a kínaiak ezeken a területeken mezőgazdasági termelést végezzenek. Ráadásul elnézve az orosz demográfiai folyamatokat, valószínűleg a kínai munkaerőre is még rá fognak szorulni. Úgyhogy nem hiszem, hogy itt ilyen emiatt konfliktus alakulna ki Kína és Oroszország között, de a kínai léplélekben az, hogy most éppenséggel ez a DAC szövetség Oroszországgal létrejött, az nem azt jelenti, hogy ettől ők még szeretik az oroszokat. És egyébként, bár ezt András fogja tudni megcáfolni vagy megerősíteni, én azért oroszoktól se hallottam még azt, hogy ők mennyire szeretnék a kínaiakat. Tehát azért ez a kétoldalú rasszizmus, ez köszönjük szépen, jól van mind a két irányba, én azt gondolom. Úgyhogy itt azért erős kulturális különbségek is vannak. Nem fogunk olyan szövetségeket látni, mint mondjuk az angol száz országok között. Oké, András. És ugye ez még érdemes hozzátenni azt, hogy ez orosz nacionalista körökben is egy ilyen állandó toposz a kínai veszély, a sárga veszedelem, és akkor ennek mindenféle szlengesebb verzió is vannak, hogy akkor a betelepülő kínaiak először csak az orosz távol-kelet, aztán már lassan Jekaterinburg, és előbb-utóbb majd úgy döntenek, hogy na, akkor elveszik ezt a területet. Na most egyre erősebb a kínai üzleti jelenlét, tényleg, ahogy Tamás mondta, befektetésekkel, földbérletekkel, vegyes vállalatokkal és hasonlókkal. Elég sok kínai is van már az orosz távol-keleten, de az, hogy számszerűleg vannak valamennyien, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy képesek lennének ők elfoglalni ott területet. Pláne úgy, hogy az orosz haderő valószínűleg ezt nem nézne ölbetett kézzel. És ráadásul, ezt mindig a rezsimváltás perspektívája kapcsán szoktam elmondani, az orosz hagyományos hadsereg most éppen kivérzik ugyan Ukrajnában, de az orosz belföldi elnyomó apparátus a lép. Tehát az orosz nemzeti gárda, a Rosgvardia, annak azért van kb. 400000 olyan paramilitáris harcosa, akiknek az a feladata, hogy elfolytson többek között szeparatista törekvéseket. Tehát nem látszik az, hogy Oroszország annyira meggyengülne, hogy most mondok valamit, Barnaulban, vagy bárhol, a helyi kínai kolónia, az, vagy Harbin kitűzné ezért a kínai zászlót, akkor ez most itt mostantól a Barnauli Kínai Népköztársaság, mert akkor jön a Rosgvardia, és mindenkit fejbe ver. Tehát Oroszországnak az a képessége, hogy elfolytsa a belföldi szeparatizmust, ez a képessége intakt. Ezen a ponton, ha Kína nem szeparatizmussal próbálkozna, hanem nyílt invázióval, az pedig egy nagy léptékű fullos háborút jelent egy atomhatalommal szemben. Ez nem olyasmi, amit Kína a saját pusztulásának megkockáztatása nélkül meg tudna nyerni. És egyébként is minek? Tehát a területet megszerezni úgy, hogy ténylegesen kínai zászló legyen rajta, teljesen fölösleges a területből kinyerhető profitokat gazdasági befektetési útján, vegyes vállalatok és hasonló útján egyébként is meg lehet nyerni. Egyébként az, hogy a kétoldalú rasszizmus mennyire jelen van, ez egy nagyon-nagyon releváns történet, tehát egyik nép sem kedveli a másikat. Tehát nincs olyasmi, amit mondjuk a magyar-lengyel barátság kapcsán gondoltunk tavaly februárig,
hogy ez valamilyen történelmi egymásra utaltság, és kedveljük egymást, nem, mindkét nép adatokkal igazolható módon lenézi, megveti a másikat, tehát hogy nincs ilyen típus barátság. Tényleg, amit Tamás mondott, ez a kétoldalú kölcsönös rasszizmus, ez egy ilyen igazán mélyen gyökerező, és nem egy könnyen feloldható dolog. Nem látjuk egyébként azt sem, hogy az orosz elit kínai egyetemekre küldeni a gyerekeit, vagy éppenséggel a kínai elit Moszkvába küldeni. Nem, mindenki Londonba küldi, meg Svájcba, meg Amerikába. Tehát nem látszik azt, hogy itt a két elit össze akarna nőni. Vegyes házasságokról sem tudunk például, ami ugye ilyen tradicionálisabb rendszerekben lehetne az együttműködés megpecsételése, nincs ilyen. Tehát nem nagyon van az elitek között átjárás. Oké, köszönöm szépen, ezt hiszem, hogy elég jól megvilágítottátok, hogy mi a viszonyrendszer Oroszország és Kína között, vagy inkább Kína és Oroszország között, és szívesen bevonnám Krisztiánt a beszélgetésbe, és Krisztián, hogy nyissuk ki egy kicsit, így nem kicsit, nagyon is ezt a képet, hogy mi változott meg az elmúlt 10 évben, meg mondjuk az elmúlt 1 évben, hogy mitől esik szét Kína és Amerika? Mi van e mögött? Hát alapvetően, fundamentálisan nyilván van ennek egy kínai oldala is, de azért fundamentálisan az az amerikai elit konszenzus esett szét, hogy azzal, hogy Kínát integrálják a világgazdaságban, azzal mind Amerika, mind Kína jól jár. Az a meggyőződés, hogy Kína valamiféleképpen támogatója lesz annak a világrendnek, amelynek a fenntartásában az amerikaiak érdekeltek. Ez az elit meggyőződés, ez gyakorlatilag szétesett 2018-ban, fél év alatt. Hihetetlen gyors volt. Én, amikor még ezzel a témával egy kicsit komolyabban foglalkoztam a 2000-es évek elején, akkor teljes konszenzus volt az amerikai sinológusok között, hogy a kínaiak integrációja a világgazdasági rendszerbe, az egy rendkívül kívánatos dolog. Hát ismerjük ezt, gyakorlatilag ugyanaz a retorika, amit minden más ország kapcsán használtak, globalizáció elhozza a nirvánát. És azok, akik ezzel szemben nemzetbiztonsági szempontokat kezdtek feszegetni, azoknak teljesen el lett nyomva a hangja. Ennek vannak híres esetei, egy Jonathan Mann nevezetű híres sinológus, aki gyakorlatilag 10 évre kizártak mindenfajta elfogadott társaságból, azért, mert elkezdtek kongatni a vészharangot azzal kapcsolatban, hogy abból még nagy baj lesz, hogyha a kínaiakat engedjük, hogy ennyire közel jussanak a titkainkhoz. És akkor 2018-ban megvolt ez a felismerés, amikor egy nagy hálózatot felgöngyölítettek Ausztráliában, az ausztrálok, ami kiderült, hogy ilyen óriási influence operation volt, aminek a lényege az volt gyakorlatilag, hogy a politikától kezdve az ausztrál üzleten át egy központilag irányított rendszerbe több száz kínai ügynöknek a részvételével próbálták az ausztrál politikát, gazdaságot behálózni. És amikor ezenek a léptékével szembesültek az ausztrálok, és megosztották ezzel az AUKUS együttműködéssel, akkor fél év alatt ez átsöpört Amerikán, és egyik pillanatra a másikra azt látjuk a kongresszusban, hogy óriási támogatottsága van mindenfajta Kínát nemzetbiztonsági szempontból kihívásnak, sőt, ellenségnek tekintő kezdeményezésnek. És akkor ez lépésről látjuk, hogy a korábbi kapcsolatnak ugye az alapvető kötőanyagát az üzleti elit adta, és ahogy a kínaiak kétségbe esett, tehát próbálják befolyásolni, megmozgatni ezeket a figurákat, Hank Paulson, aki ugye a Treasury Secretary volt régen, előtte meg a Goldmannak a vezetője, vagy ugye a legnagyobb ember ebben Steve Schwarzman, aki a Blackstone-nak a vezetője, és ők rohangálnak Pekingbe, és hallgatják az ezzel kapcsolatos észrevételeket, utána rohannak vissza, mondják el ezt Washingtonba, és totálisan süket fülekre találnak. Tehát, hogy nem kellett hozzá fél év, hogy egy ilyen teljes változás legyen, megint csak hirtelen szembefordultak az előző 20 évvel. Nyilván nem független ez attól, ami Kínában történt. Az, hogy Xi Jinping azért hát egy nagyon más uralmat kezdett el kiépíteni, mint amivel
komfortosak lettek volna az amerikaiak. Ugye ez 12-től 17-ig egy kicsit csendesebb volt, bár aki figyelt, az nyilván észlelte, de 2017-től nagyon-nagyon nyilvánvaló. És ez a kettő dolog összeért, és az amerikaiak felrúgták a korábbi konszenzust, amely konszenzus egyébként teljesen egyértelműen káros volt a nyugat szempontjában. És ugye az látszik, hogy Kína törekszik arra, hogy valahogy az Európai Uniót leválassza az Egyesült Államokról. Hogyan van erre, hol van erre lehetősége vagy esélye, és egyáltalán mi erre az esély, hogy ez megtörténhet? Ha igen, miért, ha nem, miért nem? És mind a kettőtöknek, hármatoknak adom szívesen a szót, Krisztián, Tamás. Csak én közben, amíg gondolkodnak, én megtaláltam az oroszok véleményét a kínaiakról, vannak ilyen, a Levada központnak kibogaráztam a statisztikáit. Megpróbálom megosztani, mert nagyon tanulságos. Itt most elvileg látnotok kell a grafikont. Igen. Látjátok, oroszul van ugyan, de ugye azt mondja, hogy a Kínával való kapcsolatok 95-től kezdve, ugye a sötét kék jelenti azt, hogy jó, a világos kék azt, hogy nem annyira jó, és ugye nagyjából egy ilyen stagnálás volt itt, de 13-nál van egy, hogy kicsit összeér, vagy jobban összeér a két grafikon, utána viszont stabilan 80% körül mondja a lakosság, és nem nagyon megy 70 alá, hogy jó a kapcsolat. Most arra a háború kontextusában 87% mondja, hogy jó a kapcsolat, és nagyon kevesen mondják, hogy rossz lenne, hogy a 6%. Ugye itt lent van ugyanez számszerűsítve, és az az érdekes, hogy azoknak a száma is csökken, ugye ez a harmadik sor, akik azt mondják, hogy hát nehéz megmondani. De általában én 10% szokott ebben bizonytalan lenni, hát nem tudom, így is lehet, úgy is lehet, inkább nem válaszolnék, most arra ez lement 7%-ra. És ami a legizgalmasabb, az nem csak az, hogy ugye 21-ben, tehát a háború előtti időszak 70%-ához képest, ugye majdnem 20%-kal ment följebb azok arányok, itt szerint jó a kapcsolat. Ugye ez itt az életkori megoszlás. És hogy minden korcsoport körülbelül ugyanúgy gondolja. Tehát ebben nincsen generációs különbség. Ez kérlek szociológus, hogy ezt tudja értelmezni, hogy az, hogyha ennyire egy síkú egy társadalom gondolkodás egy másik országról, az vajon azt jelenti-e, hogy ilyen őszinte mérőjövő igaz szerelem van ebben a társadalomban Kína iránt minden rétegben, vagy valami alapvető ismeret hiányt jelez, és ezt a vákumot ilyen sikerrel töltik az állami propaganda. Ez nagyon nehéz megmondani. Általában, hogyha az orosz társadalomnak a különféle más országokhoz kapcsolódó viszonyát látjuk, akkor generációs szinten azért szokott lenni eltérés. De ez, hogy ilyen 84 és 86% a két margin, tehát hogy 2% az összesen a korcsoportok között ingadozás, ez nagyon ritka. Tehát ténylegesen itt az látszik, hogy egy ilyen igaz barátság kezd kialakulni az orosz társadalomban Kínához képest. Ugye ez csak próbaképpen, ez ukrán grafikon, de 74% gondolja rossz a viszony, és még mindig 15% azt mondja, hogy jó. Európai Unió, hát szintén, mint EU, nem állunk jól, 72% mondja, hogy rossz a viszony az EU-val, innen kívánnék sok sikert a magyar keleti nyitáshoz is, és ugye, ami egészen drámai, az az Egyesült Államok. Tehát itt is 77, majdnem 80% mondja azt, hogy rossz a viszony, itt ez sokkal izgalmasabban fluktuál, mint a kínai, de pont ezek a grafikonok azt mutatják, hogy itt az orosz társadalom kelet felé fordulása az tartós. Bocs, ennyit akartam csak mondani, de megosztás végén. Ez nagyon fontos volt, köszönöm, hogy hozzátetted. És akkor Európai Unió és Kína. Valamint... Én igazából csak annyit szeretnék mondani, hogy a leválasztás az egy... Tehát, hogy leválasztásnak az ég egyet a világon semmi realitása nincs. Tehát, hogy itt az ambíció egy kicsit máshogy hangzik. Az ambíció az inkább úgy néz ki kínai oldalról, vagy az volt az elképzelés, különösen 18 után. Tehát azt azért látni kell, hogy megint csak 18 egy óriási fordulat, addig mindenki, különösen a németek rettenetesen hisznek ebben a történelem vége koncepcióban, hogy csak kereskedni kell. És 18 után az amerikaiak átváltanak egy ilyen biztonságfókuszú interpretációra a Kínával kapcsolatos ügyeikben, legalábbis az lesz a domináns, természetesen nem az egyetlen, az lesz a domináns politikai vonal,
De ez Európában nem történik így meg. Legalábbis Németországban semmiképpen sem, egyébként valószínűleg Franciaországban sem. És ez a 18 és 22 közötti időszak az az időszak, amikor a kínaiak kezdik kialakítani azt a feltételezést, hogy igen, el leszünk zárva egy csomó technológiától, mert alapvetően ez egy ilyen technológiában manifesztálódó konfliktus az elején, vagy technológia kapcsán manifesztálódó, elsősorban félvezető technológiával kapcsolatban manifesztálódó konfliktus, és hogy igen, Amerikából el leszünk zárva, körülbelül 1000 kínai PhD-st utasítottak ki 2019-ben Amerikából, és az van, hogy abban bíznak, hogy Európával viszont fent lehet tartani ezt a kapcsolatot, és ezekhez a technológiákhoz hozzá lehet jutni Európa, zárójelbe teszem, és Izraelen keresztül. És Európa kapcsán sokáig van is ez a dilemma, ameddig Merkel van, addig nem is hajlandóak lépni. Huawei ugye ennek a nagy szimbóluma, ahol kijön a német biztonsági szolgálat vezetője nyilvánosság előtt, 5 évben egyszer teszi meg, kijött és azt mondta, hogy a Huawei beépítése a kínai kritikus infrastruktúrába az egy nemzetbiztonsági veszély. Ennek ellenére a Merkel kormányzat nem hajlandó ezt formálissá tenni, a Huawei-nek a kitiltását ezekből a rendszerekből. És akkor jön ez a 22, jön az orosz invázió, jön Scholz és a Zeitenwende, és hirtelen megfordul az európai politika abban az értelemben, hogy ők is elkezdik részben biztonságpolitikai lencsén keresztül nézni Kínát. Tehát nem arról van szó, hogy minthogyha egy ilyen rettenetesen szoros amerikai-európai szövetség lett volna előtte is, és most arról kéne leválasztani, hanem sokkal inkább arról, hogy valahol Európa elképzelte a saját vízióját, mint egy ilyen ingadozó középparaszt, és aki aztán nagyon jó díleket csinál Kínával, és ehhez képest sokkal közelebb került Amerikához, és én azt gondolom, hogy egy kicsit vitatkoznék is Tamással, de lehet, hogy csak látszat ez a vita, aki azt mondta, hogy a kínaiaknak nagyon kényelmes ez a jelenlegi helyzet. Én nem gondolom, hogy kényelmes nekik. Én azt gondolom, hogy ők pontosan látják azt, hogy jelenleg vesztésre állnak ebben a versenyben, ugyanis azoktól a kritikus technológiáktól vágták el őket az elmúlt 2-3 évben, és a háború ezt drámaian felgyorsította, ami nélkül nem nagyon van esélyük, hogy felzárkozzanak félvezető technológiában, megközelítsék akár azokat a processing sebességeket, amire szükség van a legfejlettebb fegyverrendszerekben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly fejfájás Kínának, és mindenképpen próbálnának valamit Európával csinálni, de én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzetben, ameddig az ukrán konfliktus tart, erre rettenetesen kicsi esélyük van. Tamás. Akkor reagálok erre az utolsó részre. Én azt hiszem, hogy a kínaiak úgy gondolják, hogy ezektől a technológiáktól az amerikaiak az ukrán háborútól függetlenül is elzárták volna őket, és ugye ez a folyamat megkezdődött már előtte, úgyhogy talán ehhez képest mégiscsak az ukrajnai helyzet és a nyugat saját magával való szöszmötölése az, ami a kínaiaknak a kezére játszhat. Két külön szálon fut, azt hiszem, ez a dolog. Nyilván van némi összefüggés a kettő között. A másik, az, hogy az Egyesült Államok mikor, illetve Európa mikor eszmélt Kína kapcsán, azzal egyetértek, hogy nagyjából ez a folyamat így zajlott le. Én azt hiszem egyébként, hogy ez korábban kezdődött, tehát ez a... Ne felejtsük el, hogy a kínaiak már 2008-2009-ben, tehát Xi Jinping ekkor még csak alelnökként volt jelen a nagy politikában, elkezdték militarizálni a dél-kínai tengert. 2014-ben már mesterséges szigeteket építettek. 2011-ben már az Obama kormányzat meghirdette, hogy ez a híres neves pivot to Asia, tehát ez az Ázsia felé fordulás, és legalábbis bejelentették, hát a végrehajtással voltak gondok, de bejelentették az amerikai haderőnek a nagyobb koncentrációját a pacifikus térségbe, az atlanti térség helyett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az amerikai, és hát ugye a Trump az már a kampányban, ugye a kampány szövegéből vannak 15 perces videók összevágva, amiben csak annyit mondta, hogy China, 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 és ezt 15 percen át ismételgeti. Úgyhogy azért szerintem az Egyesült Államokban hamarabb történt ez az eszmélés.
És Európában is egy kicsit hamarabb történt, még a Merkel korszaknak egyébként az utolsó szakaszában. Én 2017-ben egyébként láttam akkor egy ilyen jelentősebb fordulatot. Ennek két oka volt. Az valóban igaz, hogy a Merkel időszak nagy részében ez a Wandel durch Handel típusú hozzáállás volt, hogy akkor mi most majd jól bizniszelünk a kínaiaktól, meg majd ők jól demokratizálódnak. Ez valóban nem jött be. Viszont a nagy meglepetés az volt, amikor 2011-12-ben elkezdett felfutni a kínai működőtők Európába áramlása. Ezt a felfutást úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 2012 környékén 2 milliárd dollárnyi kínai működőtők érkezett az Európai Unióba, 17 környékén meg 40. Tehát egy ilyen, és ez csak a hivatalos adatok, tehát ugye az ilyen egyéb közvetítőkön keresztül érkező összegekről még nincs is szó, és akkor egyszer csak a kínaiak bejelentették, hogy hopp, megvettünk majdnem 10%-ot a Daimlerből, ugye a Mercedes anyacégéből, meg hopp, megvettük azt a Kuka nevű vállalatot, amelyről egyébként kapta a magyar nyelvben a szemetes a nevét, ugye azért Kuka, egyébként ez egy rövidítés, és ez a vállalat volt az, ami a 60-as években kitalált, hogy ezt a zárt rendszerű szemétszállítás, de ők nem maradtak annyiban, hanem a világ egyik legfejlettebb ipari robot technológiájával rendelkező cégévé váltak, és a németek ekkor kezdtek eszmélni, olyannyira, hogy még az a BDI is, az ugye a Német Ipari Szövetség, amely addig egészen amellett tette le a garast, hogy a kínaiakkal együtt kell működni, de ez a BDI a kiadványában politikai szálakat kezdett el pengetni, és azt mondta, hogy ho-ho, hát azért óvatosan játsszuk ezt a dolgot, mert hogy a kínaiak nagyon jól értik, hogy hogyan működik a kapitalista. Kapitalista úgy működik, hogy oda megyünk a cégvezetőhöz, azt mondjuk, hogy hát a céged ér 1 milliárd eurót körülbelül a tőzsdei kapitalizációra szerint, mi most adunk neked másfelet, mit szólsz? És erre azt mondja a német kapitalista, hogy ó, hát azonnal vigyétek, én veszek egy új Ferrarit, meg 2 jaktot Máltán pluszba. Az, hogy kirúgják a német munkásokat, az, hogy az esetek felében a kínaiak hazaviszik a technológiát és megszüntetik a gyártást Németországban. Az esetek másik felében meghagyják a gyártás egy részét, de továbbra is hazaviszik a technológiát, majd néhány évvel később a német technológia alapján visszatérnek az európai piacokra, és töredék áron ugye elkezdik árulni ugyanazt a dolgot, és ezzel kicsinálják a maradék német és egyébként európai konkurenciát, ahogy ezt megtették annó napelemekkel, illetve más ipari termékekkel. Na erre jöttek rá a németek való 2017 környékén, hogy ez így nem lesz jó, mert rövidtávú anyagi hasznokért cserébe, amelyeket ők és egyének élveznek, az ország hosszú távú versenyképességét és ipari technológiáját adjuk el a kínaiaknak. Úgyhogy ekkor elindult Európában egyébként egy európai módra nagyon-nagyon-nagyon lassú eszmélés. Ekkor a németek felhergelték az olaszokat és a franciákat, hogy akkor be kéne vezetni valamiféle befektetés monitorozási rendszert. Ugye ez a kanyarban nincs az amerikaiakhoz képest, ahol a CFIUS bizottság a szenátusban képes megakadályozni bármilyen külföldi befektetést az Egyesült Államokban nemzetbiztonsági kifogásokkal, sőt képesek rávenni is arra, vagy rákényszeríteni arra külföldi befektetőket, hogy eladjanak cégeket. Ugye próbálkoztak a TikTokkal, de más ilyen különböző kínai érdekeltségeket el is adattak az Egyesült Államokban a kínai vállalkozókkal. Na hát ennyire erős azért nem lett ez az európai befektetés monitorozási rendszer, továbbra is tagállami hatáskörben van alapvetően, de legalább elkezdtünk gondolkodni ebbe az irányba. És a Scholz kormányzattól Németországban valóban nagyon sokan várták, hogy na, akkor ők most egy nagyon más Kína politikát folytatnak. Tehát itt két faktor jött szembe, az egyik az, hogy ellenzékből pocskondiázni a kínai kapcsolatokat, meg a Merkelnek a Kína politikáját, az ugye az egy dolog, de amikor aztán kormányra kerülünk és bekopogtat a kancellár irodába a Siemens, a Volkswagen, csak hogy mondjak egy adatot, a Volkswagen profitjának a 40%-át Kínában csinálja. Meg a BASF, na akkor azért ugye nagyon más már kancellári pozícióban azt mondani, hogy fúj-fúj csónya Kína, mi az emberi jogok érdekében beszüntetünk mindenféle német befektetést Kínában, hát ez nem történt meg. A másik fő szempont pedig ugye az ukrajnai háború, amivel finoman szólva eltereli a németeknek is a figyelmét most a kínaiakról, legalábbis nem látjuk ezt annyira. Ezt onnan is tudjuk, hogy egy éve készül most már a német-kína stratégia. Én bármikor kín vagyok Berlinben, akkor azt mondják, hogy na most már, de most már majdnem kész van, folyamatosan tologatják a megjelentetését, most július-augusztusra várjuk, mert előbb ki kell jönni a német nemzetbiztonsági stratégiának, meg végre kell, vagy nyílbe kell ütni a német-kínai rendszeres kormány közé találkozót. Ugye néha összeül a német meg a kínai kormány, és ezt csak ezután akarják majd bemutatni.
De hát az összes német diplomata, akivel beszélek, az azt mondja, hogy Tamás, ne vár semmi komolyat tőle. Aki azt várja, hogy Németország végre megtalálja, hogy is mondjam, férfiasságát, és nyakába veszi Európa irányítását a Kína politika kapcsán is, hát az csalatkozni fog. És még az amerikaiakról annyit, hogy hát ez nagyon jól hangzik, vasárnap jöttem meg Washingtonból, de nem csak azért mondom, mert ez jól hangzik, hanem mert egy olyan rendezvényen vettem részt, amit a németek szerveztek, arról, hogy amerikai-európai párbeszéd egy közös Kína politika kapcsán. És erről beszélgettünk kollégákkal ott két napon át, lesz majd folytatása, és nekem egy nagyon érdekes élmény volt azt látni, hogy én úgy mentem ki, hogy azt gondoltam, hogy az európaiak még egy kicsit tökölnek, hogy mit csináljunk a kínaiakkal, de hogy az amerikaiaknál ugye teljes kétpárti egyetértés van, hogy kőkemény feltartóztatás és bekerítés és hidegháború politika, és ehhez képest azért én inkább azt láttam, hogy a retorika szintjén ez valóban így van, az amerikai belpolitika szempontjából valóban így van, ugye egymásra ricitál a két nagy párt, hogy most éppen ki akar keményebben felépni Kínával szemben, de valójában a háttérben, stratégia alkotás terén az amerikaiak se tudják még, hogy mit kezdjenek Kínával. Tehát ez a kicsit ez a se lenyelni, se kiköpni nem bírják a helyzetet, ennek pedig van egy egészen erős oka, mégpedig az, hogy az Egyesült Államok és Kína 650 milliárd dollárban kereskedik egy évben egymással, az Egyesült Államoknak óriási befektetései vannak Kínában, ez visszafele is igaz, és az, hogy itt decoupling legyen, tehát ezen a téren is teljesen egyetértek Krisztiánnal, hogy ez a leválasztás, mondjuk amerikai-kínai gazdaságnak a szétszálazása, hát ez egy elképzelhetetlen dolog. Nem véletlen, hogy az európaiak ugye pár héttel, pár hónappal ezelőtt Pekingi útját megelőzően Ursula von der Leyen mondott egy nagyon fontos beszédet, egy nagyon kemény beszédet, ami aztán persze Pekingben már sokkal puhábban landolt, amikor ő, úgy értem, személy szerint landolt Pekingben, de abban megjelent egy új kifejezés, ez pedig ugye a de-risking, tehát ugye a rizikónak, a kockázatoknak a csökkentése. Na ez az amerikaiaknak úgy megtetszett, hogy egy az egyben le is nyúlták, tehát most már az Egyesült Államokban sem decouplingról, hanem de-riskingről beszélnek, ami tulajdonképpen elvileg egy ilyen smart megoldás lenne a decoupling helyett, hogy azokon a területeken csökkenteni a függőségeket Kínától, ahol az komoly kockázatokat rejt magában. De hát ezzel az amerikaiak is szenvednek egyelőre, mert hogy mondjuk félvezetők, ugye Kínának a ritka földfémek terén 99%-os globális monopóliuma van, mert bezárták az amerikai bányákat, bezárták az ausztrál bányákat, mert a kínaiak annyival olcsóban tudják előállítani. Tehát tök jó az, hogy az amerikaiak rácsapnak a hollandok kezére, ugye a hollandok gyártanak szinte a világon egyedül olyan litográfiai gépeket, amivel a legfejlettebb csippeket lehet gyártani, hogy ne exportálják Kínának, csak akkor meg a hollandok elgondolkodnak, meg a tájvönök elgondolkodnak, hogy jó, de mi van, hogyha a kínaiak meg abba hagyják a ritka földfémek exportját. Szóval ez egy nagyon komplex dolgok vannak itt, és hogy Európát, csak a kérdésre is válaszoljak végül, mint egy rendes társadalomtudós másfél óra körítés után, tehát hogy Európát sikerül-e leválasztani Kínáról, az Egyesült Államokról, szerintem nem, pedig azért itt Európában is sokan szeretnék. Megint a németekhez kanyarodnék itt vissza, mert ők azok, akik egyedül számítanak, hogy az európai exportnak, hát most már nem a felét, de még a 40%-át még mindig egyedül a németek produkálják. A németek is annyira tudathasadásosak, hogy a nagy német cégek, megint csak az említett Volkswagen, Siemens, BASF és még néhány ilyen, az továbbra is Kínában képzeli a jövőjét, ők onnan nem tudnak, nem akarnak kijönni. Viszont a német kis- és középvállalatok, na azok megtakarodnak ki Kínából, és mindegyik azt mondja, hogy oda többet ő nem, és nem reshoring, hanem mennek szépen Latin-Amerikába, Afrikába, Dél-Kelet-Ázsiába. Na most, amikor azt mondjuk, hogy német kis- és közepes vállalkozás, az ugye magyar szempontból még mindig egy gigász olyan technológiával és know-how-val, ami Magyarországon elképzelni sem tudunk, tehát ennek óriási jelentősége van, főleg azért, mert ugye a német gazdaságnak a gerincét az ottani kis- és közepes vállalkozások adják, és ez szerintem egy nagyon jól példázza azt, hogy Németország is mennyire ez a se lenyelni, se kikapni helyzetben van. Nagyvállalatoknak ez nagyon fontos, óriási a lobby erejük, de valójában egyébként német szakértők szerint maga a német gazdaság egésze az nem függ annyira Kínától, mint amennyire ez külsőleg játszik. És
tényleg utolsó mondat, ez az egész nekem azt mutatja, hogy annak a Deng Xiaopingnek, aki 97-ben meghalt, milyen zseniális taktika, illetve stratégia volt ez, amikor azt mondta, egyébként 2500 éves kínai stratégiai kultúrán alapulva, hogy öleljük magunkhoz az ellenfeleinket, mert minél szorosabban öleljük őket, őket annál kevésbé tudják használni a kezüket arra, hogy megüssenek minket. Tehát az, hogy a kínaiaknak sikerült teljesen tudatosan létrehozni egy nagyon erős interdependenciát a kínai-európai és a kínai-amerikai gazdaság között, az elvezetette az a helyzethez, hogy most a nyugat az ezzel nem tud mit kezdeni. Beszélhetünk arról, hogy második hidegháború jön, de akkor már is egy óriási különbség lesz az, hogy míg a szovjet és a nyugati blokk közötti gazdasági együttműködés hát minimális volt, ehhez képest 850 milliárd euró volt tavaly az EU-Kína kereskedelem. Azért az egy gigantikus összeg, egyébként mind a két fél számára. Na, befogtam. Köszönöm, amiket elmondta, hogy ez fontos volt, és mindketten, amiket elmondtatok, és az egy kérdés bennem, hogy akkor mindezzel mit tud kezdeni az Egyesült Államok, mit tud kezdeni az Európai Unió, és ebben nekünk mi a potenciálunk, vagy hogy is fogalmazzam. Mik a mi lehetősége? Mi a mi mozgásterünk? Igen, körülbelül. Ez azért két külön kérdés, nem? Tehát Amerika, Egyesült Államok és mi? Európa és mi? Tehát, hogy csak azzal kapcsolatban, hogy Európai Unió, fókuszálnék az Európai Unióra, mert azt gondolom, hogy nekünk talán fontosabb. Az Európai Unió kapcsán szerintem az fontos megérteni, hogy ezt mindannyian tudjuk, hát látjuk, hogy milyen hihetetlen zavaros tud lenni a politika csinálás az Európai Unión belül. A Németország az egy hihetetlen szofisztikált demokrácia. Pont az az óriási ereje, hogy rengeteg érdeket képes integrálni. És kívülről nézve ez persze tűnhet úgy, mint gyengeség, vagy nem tudom éppen, amit divatos ilyen nagyon kemény megmondó embereknél, de hogy a lényeg az, hogy valójában itt arról van szó, hogy rengeteg érdeket képes integrálni egy olyan rendszer, mint Németország. És azt próbáljuk satszolgatni, hogy vajon ezek az érdekek, ezek úgy hogyan egyensúlyozódnak ki, és ez biztos, hogy egy több éves folyamat lesz, jó esetben több éves folyamat lesz. Azt gondolom, hogy maga a háború az egy nagyon fontos katalizátor volt. Olaf Scholz, ugye kancellár helyettes volt Merkel alatt, ő soha az életben nem lépett volna meg így ilyet, hogyha nincs a háború. Tehát, hogy a háború az egy fontos katalizátor, de ez nem azt jelenti, hogy eldőlt a jövő. Ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgok felgyorsultak. És természetesen lesz majd valami inga visszacsapás, és majd akkor ellenkező irányba, és valamikor ki fog alakulni valami fajta tartósabb egyensúly, ami aztán néhány évtizedre meghatározza a viszonyokat. Na most, hogyha azzal kapcsolatban próbálunk satszolni, hogy mi történik, és szándékosan reduktív vagyok, és csak Németországra fókuszálok, azért az nem igaz, hogy csak Németország. Ugye, tehát egyetértek teljesen Tamással, Németország, ami számít Európából, de azért az is pár év, ameddig a német érdekek körül elrendeződik az európai érdek. Tehát, hogy az, hogy mi történik Németország, ez marha bonyolult. Mert amit például Tamás mondott, az öt cég, öt nagy cég van, ha úgy tetszik, beszorulva Kínának. Daimler, BMW, Volkswagen, BASF és Siemens. Ez az öt nagyon nagy német vállalat van, akik egyébként az elmúlt kettő évben 20 milliárd eurónak megfelelő összeget fektettek be Kínába. Egyik se volt friss pénz, mindegyik újrainvestálása volt az ott már megtermelt nyereségüknek, ez egy fontos dolog. És közben ugye a kisebb német cégek meg jönnek ki onnan, mint az ő. Na most, ez egy fontos dolog, mert amikor ezek mérlegre kerülnek majd, melyik lesz a fontosabb? Én bennem van egy nagy szkepszis azzal kapcsolatban, hogy az öt nagy vállalat lenne a fontosabb. Szerintem Németország nem így működik. Amerikában könnyen lehet, hogy az öt gigavállalat lenne a legfontosabb. Németországban szerintem ennél sokkal inkluzívabb a politikai rendszer.
Úgyhogy azt gondolom, hogy végül az a logika fog nyerni, hogy biztonságra kell játszani, és hogyha biztonságra játszunk, akkor fel kell készülni arra, hogy esetleg kialakulnak olyan extrém helyzetek, amikor a Kínával való kapcsolattartás nagyon nehézé. De hogyan ezt megint csak, ahogy beszéltük is, ez nem azt jelenti, hogy teljesen elvágódnak a szálak. Egy Tajvan elleni invázió esetén elvágódhatnak teljesen a szálak. De azon kívül inkább olyasmibe kell gondolni, hogy turisták mehetnek? Turisták mehetnek. Mosógép mehet? Ha nincs benne chip, mehet. Ha van benne chip, valószínűleg nem mehet. Gyógyszer mehet? Kína a gyógyszereinek a 96%-át nyugatról importálja. Arra nem fogják tudni azt mondani, hogy nem mehet. Tehát, hogy az a helyzet, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet teljesen el. BASF épít egy kis Friedrichshafent ott Kínában, eddig 10 milliárd euró ment bele, de hát maga Friedrichshafen felépítése meg 150 milliárd euró volt. Tehát nem arról van szó, hogy hirtelen a BASF oda kerül, de azt jelenti, hogy elkezdett ott egy komoly bázist építeni. Mi lesz azzal a gyárral, hogyha a tajvani konfliktus van? Pont az lesz vele, mint amikor 49-ben államosítottak mindent a kínaiak, el fogják veszíteni a németek. Akarják a kisebb vállalatok, hogy ekkora betet tegyenek Kínára? Valószínűleg nem akarják. A BASF viszont nem teheti meg, vagy valami miatt úgy gondolja a vezetése, hogy nem teszi meg. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon bonyolult egyensúlyozás lesz, ahol a nagy kérdés az az, hogy mi történik, mikor vége a háborúnak. Mert az európaiak, különösen a németek imádnak, ugye nekik a merkantilizmus nagyon bejött. Nagyon szívesen gondolkodnak abban, hát arra van építve az országuk. De ameddig zajlik a háború, addig politikailag marha nehéz nem a biztonságra koncentrálni. A kérdés az az, hogyha vége van a háborúnak, először is milyen béke van utána, és utána milyen tanulságokat vonnak le, mi lesz a konszenzusos tanulság. És ez meg fogja határozni azt, hogy Németország mennyire lesz bevállalós Kínával kapcsolatban. És természetesen nyomják őket majd az amerikaiak egy irányba, nyilván a saját nagyvállalataik nyomják őket egy másik irányba, nagyon nehéz lenne megmondani, hogy mi lesz ennek a vége. Én azt gondolom, hogy talán a legérdekesebb fejlemény azonban nem is ez. Ez is marha izgi egyébként. Biztos, hogy van valamennyi távolodás. Ugye Amerikának 70%-a az importjának Kínából jött 10 évvel ezelőtt, most ez 50% alatt van. Van egy nagy, és ebből az utolsó 4 évben történt meg a 65%-ról az 50%-re való lecsökkenés. Van egy nagyon-nagyon gyors átrendeződés. Még egy dolog, tegnapi hír, a legnagyobb ilyen ingatlannal foglalkozó cég jött ki azzal a hírrel, hogy Európában 29%-kal, nem, Kelet-Közép-Európában 29%-kal nőtt meg az ipari célú ingatlanok iránti kereslet. Annyival több ipari célú ingatlant vettek. Ez mind-mind nearshoring. Tehát, hogy egy csomó cég egész egyszerűen vissza kell, hogy jöjjön Európába. Mert hogy maga a tengeri útvonalaknak a biztonsága, az kevésbé garantál, drága a biztosítás, nagyon drága kezd lenni a biztosítás, pont amiatt, mert esik szét az a rend, ahol maga a biztonság olcsó. Azzal, hogy nincs egy domináns hegemon, és nincs, azt látjuk, hogy nincs, Amerika dominanciának vége, a totális dominanciának, ezáltal viszont a nemzetközi kereskedelem elkezd drága lenni. Ergo, hirtelen, ami megéri, az az, hogy közelebb tartom a beszállítók. És ami, ez az egyik dolog, és a másik nagyon fontos, hogy szerintem érdemes észrevenni, hogy az Európai Unió milyen hihetetlenül bekeményedett. Tehát, hogy a belső ügyeibe, és ez megint csak a biztonság szempontjának a felülértékelése. Az, hogy a lengyelek ellen, a Lex Tusk miatt tegnap úgy indítanak kötelezettségszegési eljárást, hogy semmilyen formális szabályt nem sértett Lengyelország, hanem az európai értékek megsértésére hivatkozva indítanak ellenük eljárást, az egy teljesen új fázis. Ilyen nem volt. És egyszerűen keményedik. A kikacsintás a szövetségi rendszerből, a vélelmezett európai érdekből elkezdett drágább lenni. Szerint nekem, számomra ez a legfontosabb fejleménye mindannak, ami történt. Bocsánat, sokat beszéltem.
De fontosokat mondtál, és nem sokat, hanem pont eleget, úgy érzem. És akkor Tamás, van-e hozzáfűzni valód? Mert... Persze. Mindennel egyetértve, amit Németország kapcsán az előbb elhangzott, nekem az a félelmem, hogy a német, és tágabban véve az európai döntéshozatalnak a demokratikussága, a transzparenciája és az ezzel járó természetes viszonylagos lassúsága nem vezet el egy olyan helyzethez, amikor az Egyesült Államok ezt megunja, és gyorsabban lép, és készhelyzet elé állít minket. Tehát csak arra akarok ezzel utalni, hogy vajon van-e időnk arra, vagy van-e Németországnak arra ideje, hogy ki izzadja, vagy hát nem akarok én csúnyán fogalmazni, hanem, hogy a demokratikus hagyományainak megfelelően az összes szempontot figyelembe és összes érdeket figyelembe véve megszülessen az a stratégia, és akkor itt elakad a szó, mert az amerikaiak valamilyen módon készhelyzet elé állítanak minket, vagy pedig kényszerítenek minket. Tehát ez az egyik félelmem ezzel kapcsolatban, már pedig az amerikaiakban ez azt látom, hogy bőven benne van, különösen, hogyha ez még inkább olyan belpolitikailag is fontos témává válik, mint amilyennél már vált az eddigiekben, vagy még annál is fontosabbá válik az Egyesült Államok belpolitikájában. De egy kicsit a mi, vagy Magyarország, vagy Közép-Európa mozgásterére, igen, teljesen egyetértek. Nagyon szép volt ez a megfogalmazás, hogy a kikacsintás egyre költségesebbé válik. Én inkább azt úgy merném megfogalmazni, hogy a pávatáncnak vége, csak még nem vettük észre. Vagy nem tudom, szerintem mindenki ismeri ezt a játékot, amikor lerakunk székeket körbe, egyre kevesebbet, mint ahányan vagyunk, megy a zene, és amikor elhallgat a zene, akkor le kéne ülni. Nekem van olyan érzésem, hogy a lengyelek leültek, mi meg nem. És ennek szerintem nagyon komoly következményei vannak már most. Részben ugye az Európai Unió keményedése, a nem érkező uniós milliárdok, és én végtelenül nem értek egyet azzal az állásponttal, aki azt mondja, hogy ó, ezeket az uniós támogatásoknak a milliárdjait, ezt működő tőkeimporttal tudjuk pótolni, szó nincs róla, teljesen más jellegű dolog, teljesen más összeg. Nem értek egyet azzal, amikor elhangzik azt, hogy ó, de ha kínaiak most hoznak be 10 milliárd dollár értékben pénzt az országba, és ugye akkumulátorgyárakat. Hát dehogy hoznak be 10 milliárd dollár értékű pénzt, behoznak, mondjuk ebből szerintem, ha tippelnem kell 2 milliárd dollárt, a maradék 8 milliárd, az pedig gép lesz, meg azok az eszközök. Tehát még ha ezt, át is utalnák ezt a 10 milliárd dollárt egy magyar bankszámlára, abból 8-at vissza is küldenének Kínába, hogy behozzák a felszerelést, meg a gépeket ezért cserébe. De hát lehet, hogy még ennél rosszabb is az arány, úgyhogy erről sincsen szó. Én azt gondolom, hogy ez a pávatánc nagyon, egyébként meglepően jól működött, de hát be kell, hogy lássuk, hogy amíg ugye a boldog 2010-es évek voltak, lehet, hogy erre majd így emlékszünk föl, hogy a boldog, így emlékszünk vissza, hogy a boldog békeidők a 2010-es évek, amikor a világgazdaság, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor a írott történelemben leghosszabb folyamatos prosperitását, világgazdasági prosperitását élvezte, nagyjából béke, biztonság, és akkor egyszer csak beüt a krach, ugye először a Covid, utána az ukrán helyzet, infláció, stb. Nem reagált, azt gondolom, hogy erre a magyar külpolitika úgy, ahogy mondjuk a lengyel külpolitika reagált és csinált egy példaértékű, hogy most ez mennyire látszólagos, mennyire valóságos, de egy példaértékű hátraarcot is ebből hogyan fognak ők profitálni. Ugye ebből Magyarország hogyan jön ki, hát ez számomra nagyon kétséges, de azt is hozzá kell tennünk, hogy egyébként az uniós kínai kapcsolatok is, különösen a közép-európai kínai kapcsolatok romlása, az valójában könnyen elképzelhető, hogy Kína szemében Magyarországot felértékeli. Hiszen hogyha jobban megnézzük, hogy ki az Európai Unióban Kínának gyakorlatilag az egyetlen barátja most már, az bizony a magyar kormány. Tehát ennek lehet valamiféle, hogy is mondjam, ereje Pekingben, hogy Vucic elnök úr mellett, aki ugyan az Európai Unión kívülről nézi az eseményeket, de Magyarország az egyetlen ország, amelyik továbbra is teljes melszélességgel támogatja Kínát, legalábbis politikai ügyekben, gazdasági ügyekben az már egy picit más kérdés. Ennek lehet valamiféle előnye, de én azt gondolom, hogy ezek az előnyök messze elmaradnak a hátrányokhoz képest, amit itt elszenvedünk. Ma elrettenve olvasgattam az amerikai nagykövet újabb és újabb posztjai alatti magyar kommenteket, amelyeknek egy része természetesen troll, de hogy én attól tartok, hogy még mindig nem érti
nem tudom, hogy a magyar elit mennyire érti, de hogy a magyar társadalom nagy része nem érti azt, hogy amikor az Egyesült Államok nagykövete trollkodik, akkor azzal nem az a baj, hogy trollkodik, hanem hogy már megengedi magának a trollkodást, és nyilván nem ő találja ki itt a második kerületben, hogy ezt ő megengedheti magának, hanem a State Departmentből mondják neki, hogy Magyarországon, ó, nyugodtan, mémekkel és gifekkel kommunikálja a magyar miniszterelnökkel. Hát számomra ez egy nagyon elgondolkodtató helyzet, és csak reménykedni tudok, hogy nem a magyar emberek fogják ennek megszívni a végén. Hát ezt nem tudom, hogy lehet ebben reménykedni, de minden esetre jól hangzik. Hát reménykedni muszáj. Igen, muszáj. Igen. És akkor ezt a pávatáncot, tetszik a megfogalmazásotok, ezzel ebből milyen szenáriók következhetnek? Föl tudjuk ezt vázolni? Bocsánat, a pávatánc az nem az enyém, tehát az Orbán Viktor trademark. Igen, igen. Jó, akkor én a helyzetre értem. Ilyen szempontból tetszett a megfogalmazás. Szóval, hogy milyen szenáriók lehetnek ebből? Én nagyon-nagyon röviden mondanék erre bármit, mert abban a nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, nekem lassacskán el kell majd köszönnöm. Ami a szenárió, a lehetséges szenáriókat illeti. Ugye minden sikeres szenárió tervezésnek előfeltétele az, hogy rendelkezésre álljon olyan elemző értékelő kapacitás, ami egyrészt képes pontosan értékelni a helyzetet, képes a saját erőforrásokat, a saját lehetőségeket is pontosan értékelni, szükség esetén kritikusan, képes ebből levonni a szükséges következtetéseket, megfogalmazni konkrétan a szenáriókat, és ez még mind kevés, mert az is kell, hogy legyen egy olyan politikai vezetés, ami képes hallgatni az így keletkező tanácsokra. És ha mondjuk az a tanács, hogy akkor például irányt kell váltani, ha az a tanács, hogy minisztert kell cserélni, ha az a tanács, hogy hamut kell szórni a fejünkre, és másik irányba fordulni, akkor ezt a tanácsot képes megfogadni az a vezetés. Tehát kell egy olyan, ha úgy tetszik, politikai intézményi kontextus, ahol van értelme és van hatása olyan szenáriókat is tervezni, amik adott esetben az irányváltás szükségességét is magában foglalják. Én ebből a négy feltételből Magyarországon körülbelül egy felet látok. Tehát az az intellektuális kapacitás, ami képes letervezni szenáriókat, ez talán megvan. De az, hogy megfelelő helyzetértékelés legyen, ami mindenfajta szenáriónak perel feltétele, ehhez például nem látom azokat a magyar agytrösztöket, kutatóközpontokat, amelyek akár a megfelelő intellektuális tőkével rendelkeznének, akár a szükséges anyagi erőforrások. Ez inkább ilyen fele-fele módon van. Tehát vannak helyek, ahol eszelős mennyiségű pénz van, de onnan a szellemi képességek hiányoznak, elsősorban külügyi biztonságpolitikai tekintetben. És még mindig van néhány nagyon jó kutatói, meg elemzői közösség, ahol viszont nincs pénz. És ez a két dolog, ez nem nagyon tud találkozni. Tehát vannak olyan közösségek, hogy össze lehetne rakni olyan közösségeket, akár adhok alapon is, amelyek képesek jól végigcsinálni egy szenárió exercise-t, hogyha emögé-mögé lehet tenni az erőforrás. De nem látszik egyrészt, az erőforrás ott lenne, nem látszik az sem, hogy itt a politika hallgatna kívülről jövő tanácsokra, a rendszeren belül lévő intellektuális képesség pedig láthatóan nem elegendő az irányváltás szükségességének felmérésére. Egyszerűen fogalmazva, hibát hibára halmoz a magyar külpolitika már nagyon régóta. Ez a nyugati szövetségeseink oldaláról az ukrajnai háború kitöréséig ilyen fura helyzet volt, tehát nagyon kényelmetlen volt, amit a magyarok csináltak, de még mindig olcsóbb volt, mint felvállalni a konfrontációt. Tehát igen, a családtag picit furán viselkedik, szürcsölve issza a levest, több pálinkát iszik, mint kellene, de hát családtag itt ül az asztalnál. Tehát a magyar magatartás elviselése az olcsóbb volt, mint felvállalni a konfrontációt. A háború viszont ezt megfordította. Ezt volna nagyon fontos megérteni a döntéshozóknak, hogy a különutasság tavaly február 24-ig csak kellemetlen volt. Tavaly február 24-e után viszont biztonsági kockázat. Tehát innentől az a helyzet állt elő, hogy a konfrontáció az olcsóbb, mint annak a veszélyét tovább tartani, hogy magyar különutasság esetleg aláaknázza a szövetségi rendszerek működését. Teljesen érthetetlen, hogy a magyar külpolitika irányítói tényleg mit nem értenek. Nekem a kedvenc példám ugye a Rammsteini találkozó,
50 plusz ország gondolja úgy, hogy érdemes támogatni Ukrajnát, mert Ukrajna adott esetben akár győzhet is. Mi annak az esélye, hogy 50-valahány ország téved, és az egyetlen Magyarországnak van igaza? Igen, egyszer volt ilyen, ugye a Fideszes kánonban ez benne van, hogy a 2015 a migrációs válság, ott akkor tényleg a magyar külpolitikának igaza volt. Sok szempontban, nem mindenben, de csomódokban igaza volt. De ez egy elemi logikai hiba, hogy egy múltbeli eseményt automatikusan extrapolálunk a jövőre, és azt gondoljuk, hogy Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Ez egy már ontológiai értelmetlenség. És az látszik, hogy teljesen képtelen a rendszer a korrekcióra, és én sajnos nem vagyok olyan optimista, hogy nem a magyar társadalom, nem a magyar nép fogja megfizetni az árát. Nagyon-nagyon-nagyon rosszul néz ki az a helyzet. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, András, és akkor passzolhatok neked, Krisztián, ugyanazzal a kérdéssel, hogy milyen szenáriókat látsz te, mi várható? Szerintem Andrásnak teljesen igaza van, pont. Tehát én tényleg csak apróságot nem is nagyon szeretném kiegészíteni, mert hogy minek? Ez a lényeg. Én talán azt mondanám, hogy az a kérdés, hogy mi a célfüggvény. Ha a célfüggvény a rezsim életének a maximalizálása, akkor még le is tudom vezetni, hogy logikus ez a dolog. Hogyha a célfüggvény az valami fajta olyan Magyarország érdek, amelyik az itt élő közel 10 millió embernek az érdeke, akkor pedig az a helyzet, amit András elmond. Oké, köszönöm. Tamás, van-e neked hozzáfűzni valód? És András, meg közben meg kell még egy picit maradj velünk, mert még lenne egy utolsó feladat. Köszönöm. Érdemben nem tudok hozzátenni. Amit hozzá tudok tenni, az az, hogy talán még 2019-ben, igen, még COVID előtt konzultációra kért egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos NATO tagállam törvényhozásának külpolitikai tanácsadói. Leültünk itt Budapesten, beszélgettünk, és egyszer csak az egyik így indulatosan felkiáltott, hogy akkor most mit csináljunk Magyarországgal, rakjuk ki a NATO-ból? Erre a másik csitítgatta, hogy nem, ezt nem lehet. És hát nyilván nem nagyon lehet, meg nem lesz ilyen, vagy hát fú, abba bele se gondolnék, nem tudom, hogy egyáltalán ez jogilag lehetséges, azt hiszem, hogy nem. De hogyha 2019-ben, ahol még a kanyarban nem voltunk a mostani magyar-orosz, illetve magyar-kína politika kapcsán, már elhangozhatott egy ilyen, még ha csak indulatból, még ha csak 4 szem közt, vagy 6 szem közt is, hát akkor mindenki gondoljon bele abba, hogy amit most András elmondott, az most hol tarthat, és hol fog tartani a következő években. Szóval az előbb én nem azt mondtam, hogy nem fogja a magyar társadalmat érinteni, hanem mondtam, hogy csak reménykedem benne, de hát az az én naivitásom. Vagy vágyunk mindannyiunknak. Egy utolsó kérdésem és kérésem maradt hozzátok, hogy bár még lenne bőven, de a lényeg, hogy itt vagyunk most, ahányan itt vagyunk, meg majd utólag megnézik és meghallgatják, ahányan meghallgatják ezt a beszélgetést, és jó lenne, ha nem csak meghallgatnánk. Mit tegyünk? Van-e bármilyen javaslatotok? És András, kezdhetjük veled? Úgyis. Ugye, tehát én nem tudok, tehát az, ugye legutóbb nagyjából egy hónapja beszélgettünk, a magyar belpolitikai, makrogazdasági kontextus egyáltalán nem változott azóta. Tehát a magyar viszonylatban tényleg az általánosakat tudom mondani továbbra is, támogatni kell a független sajtó létét, támogatni kell minden lehetséges eszközzel azt, ami még maradt a magyar civil társadalomból, hogy tényleg ez az atomjaira szakadóban lévő társadalom legalább egy picit lassabban szakadjon atomjaira. Tehát a magyar helyzet az változatlan, és szerintem egy jó darabig változatlan is lesz. Amit változást látok, vagy potenciális fenyegetést, teljesen irracionális ugyan, de itthon láttuk már irracionális akciókat, meg fogunk is még. Tehát nagyon komolyan el kellene gondolkodni azon, hogyha elkezdődik esetleg egy huxit folyamat, vagy egy huxittal való fenyegetés, mint nyomásgyakorlási eszköz használata, akkor ennek hogyan és milyen módon lehet ellentartani. Ehhez elsősorban a kormányzati apparátussal szembeni Európa párti kampányokra volna szükség, helyi szinten, regionális szinten, országos szinten. Mert egy magyar huxit még csak be se kell következnie,
de már a befektetői bizalom megingása miatt nagyon-nagyon súlyos károkat okozna. Ha pedig bekövetkezik Magyarország EU-ból való kilépése, a jó hír, ez egy elég hosszú folyamat, tehát a brit példán láttuk, hogy ez minimum 2 év, de inkább tovább tart. Egy ilyen, tehát a Magyarország Európai Unióból való kilépése az az instant Armageddon. Pont. Tehát itt az alaptémára visszatérve, az instant Armageddon olyan, mint a kínai leves, tehát hozzátöltjük a forró vizet és kész a világ vége. Tehát ezt minden áron meg kell akadályozni, és annál is sikerül, hogy a demokratikus legitimáció ezt mutatja. Tehát a magyar társadalom azért népszavazáson döntött úgy, hogy EU-tag kíván lenni. Tehát nem az van, hogy Rácz Andris próbálja azt kitalálni, hogy akadályozzuk meg egy esetleges EU-ból való kilépést, hanem ez a nép akarat, hát erre szavazott a társadalom, erre szavazott a lakosság. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha elkezdődik egy ilyen folyamat, hogy elkezdenek arra utaló jelek látszani, hogy esetleg a magyar vezetés úgy gondolja, az Európai Unió kívül tényleg van élet, és nem teszik fel azt a kérdést, hogy oké, van, de mégis milyen, akkor szeretnénk-e azt. Tehát ha elkezdődik egy ilyen folyamat, azzal minden eszközzel szembe kell helyezkedni, formális és informális eszközökkel egyaránt. Mert ha ez bekövetkezik, az helyrehozhatatlan tragédia volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehet egy komolyabb fókuszpont. Köszönöm. Köszönöm, sajnos, bocsánat, számomra még nem ért véget a nap, tehát innen még megyek valahova máshova. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek a lehetőséget, és remélem, hogy találkozunk újra. Sziasztok. Köszönöm. Krisztián, passzolhatok neked? Hát ez egy ilyen nap. András elvette a szövegemet. Én is azt gondolom, hogy teljesen egyértelműen az egyetlen dolog, ami ilyen kézzelfogható, nem gondolom, hogy mindannyian ismerjük, hogy milyen politikai folyamatok vannak Magyarországon, aki ezen változtatni próbál vagy akar, az is látjuk, hogy milyen sikerrel teszi. Van ez az abszolút neuralgikus kérdés az Európai Uniós tagság, én kicsit ezt bátrabban mondanám, nyilvánvalóan az ezzel, mint esetleges szenárióval való kalkulációhoz megkezdődött. Nem mi mondjuk ki először, azt gondolom, hogy az elmúlt néhány hónapnak az ehhez kapcsolódó kommunikációjából ez jól látszik. Természetesen egyelőre csak úgy, mint egy fenyegetési eszköz a későbbi EU tárgyalásokra, de tudjuk, hogy ezek a dolgok önálló életre szoktak kelni, meg hát akkor igazán erős a tárgyalási pozíció, hogyha komolyan is tudjuk venni, ugye akkor egy kicsit felszívom magam, elhitetem magammal, hogy meg tudom csinálni, és egyszer csak azon veszem magam, hogy meg is csinálom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat nagyon-nagyon a csirájában kell elfolytani, és egyéni szinten megint csak mindenki a maga köreiben, a maga eszközeivel. Azt gondolom, hogy ez az a dolog, amit nem szabad kiengedni a szellemet a palacból. Ez nem lehet egy legitim pozíció senki. Ez legyen az idióta szélsőségnek a pozíciója. Abban a pillanatban, hogy magukat bármennyire is, hogy is mondjam, tiszteletre méltónak tekintő emberek ilyesmit mernek mondani, nem lehet szó nélkül hagyni. Ez nem az, egy baráti társaságban nem lehet szó nélkül hagyni, egy előadásban nem lehet, sehol nem lehet szó nélkül hagyni. Ezekkel a dolgokkal szoktak megágyazni az olyan tragédiáknak, amiket utána majd 100 évig gyászolnak. Igen. Tamás. Nagyon negatív tudnék most lenni, de megpróbálok inkább konstruktív. Kettő dolgot mondanék. Az egyik az nagyon ilyen minden szentnek maga felé hajlik a keze. Amit az András mondott, hogy nincs szaktudás, illetve ami van szaktudás, nincs becsatornázva akár az állami döntéshozatalba, mondjuk arra nem is látok esélyt, de legalább köztudat irányába. Nem tudom, nincsenek Magyarországon olyan mecénások, akik mondjuk összetudnának rakni, nem beszélünk itt gigantikus összegekről, valami olyan think tanket, van Magyarországon ma nem állami think tank? Én nem nagyon tudok róla. Tehát egy olyan think tanket, amiben egyébként nem csak külpolitika, hanem gazdaság, társadalmi, uniós ügyek, stb., ahol összejönnének olyan emberek, akik tudnak ilyenen gondolkodni, és akik erről tudnának beszélni a nyilvánosság megmaradt fórumain. Tehát én szerintem erre nem csak, hogy igény lenne, hanem ez úgy tetszik, hazafi kötelesség lehetne olyanok számára, akik ezt megengedhetik maguknak. A másik, amire meggondoltam, én a Fuxit kapcsán, hát én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ez felmerülhet kormányzati körökben. Olyan érveim vannak, hogy
hogy egy huxit esetén egész egyszerűen külpolitikai szempontból megszűnne a magyar kormánynak bármiféle befolyása, hiszen egyébként ezt ne felejtsük el mondani, hogy mind az oroszok, mind pedig a kínaiak számára Magyarország egyetlen komoly politikai, hogy is mondjam, értéke az az, hogy tudjuk akadályozni az uniós döntéshozatalt. Az unión kívülről mik vagyunk mi a politikai szempontból, milyen értékünk van. És hát gazdaságilag megint csak ugyanez. De most játszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy ez a valakibe komolyan felmerül, akkor én azt gondolom, hogy a Magyarországon jelenlévő nagy, és nem csak nagy külföldi cégeknek lehet, hogy érdemes lenne alapítania valami egyesületet, uniót, nem tudom micsodát, vagy ha vannak már ilyenek, akkor ezeknek ezt fel kéne vállalni, és a zárt ajtók mögött, de elmondani a kormányzatnak, hogy gyerekek, ezzel még csak a retorika szintjén se játszatok, mert akkor ez meg ez a vállalat csukja be itt Magyarországon, és rakja ki az utcára ennyi meg ennyi 10 000 embert. Lehet, hogy nyitott ajtókat döngetek, sőt, nagyon remélem, hogy nyitott ajtókat döngetek, és ezek a külföldi szereplők ezt jelzik a kormánynak informális módon, de ha nem, akkor az az igazság, hogy szerintem ebben az irányban nagyon gyorsan el kellene kezdeni lépéseket tenni. De még egyszer mondom, én nem vagyok hajlandó azt elhinni, hogy itt a huxit az komolyan felmerülne bárkiben is, mint valós lehetőség, túl azon, hogy ilyen bargaining chip jelleggel megpróbálják kezdve zsarolni az Európai Uniót. Szerintem az Európai Unió egyébként már túl van azon, hogy ilyen dolgokat elhiggyen nekünk, de ez már egy másik kérdés. Nagyon szépen köszönöm, amiket elmondtatok. Nem lettünk vidámabbak, de biztos, hogy bölcsebbek vagy okosabbak minimum, meg talán praktikus cselekvéssel is vagyunk. Én köszönöm a figyelmet szerkesztőtársam Holzer Péter nevében is, és a vendégeinek, Krisztiánnak, Tamásnak és Andrásnak pedig azt, hogy segítettetek eligazodni ebben a viszonyrendszerben, és hogy segítettek nekünk jobb döntéseket hozni, meg beleállni helyzetekbe. Egyébként ez a szalon és a korábbi epizódja is holnaptól elérhetők lesznek a Hősök Tere Alapítvány YouTube csatornáján, amelynek a linkjét a Facebookon megosztottuk veletek. És ha ti is fontosnak tartjátok ezeket a beszélgetéseket, akkor arra kérlek, hogy osszátok tovább barátaitaknak, ismerőseiteknek. És itt van még egy fontos dolog, amit szeretnék kérni, és köszönöm is, hogyha az adományotokkal támogatjátok a Hősök Tere Alapítványt, amelynek az egyik alapítója vagyok. Mi a közöny ellen teszünk, és azt hiszem, hogy most a végén pont jól elmagyaráztuk, hogy mi a közöny, akkor, amikor nem teszünk meg valamit, amit kellene tennünk összefogásban. Éppen olyan gyerekeket segítünk nevelni iskolákban, meg pedagógusokat képezni arra, hogy hogyan hozhatnak ki többet, jobbat magukból is, meg másokból is, hogy ne legyünk és ne maradjunk közönösek, mert ami körülöttünk történik, az a mi dolgunk is, az a te dolgod is, közöd van hozzá, neked is. Jó éjszakát kívánok!